<Szor> haló, haló, haló! Szevasztok! Haló, haló, itt Iváncár. <Szor> 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 Ez már megint múkat. <laughs> Mújót megette a tehén. <laughs> em, emlékeztek erre a filmet? De hogy emlékeztek? Hát olyan Nem is éltünk vagytok. még akkor. Nem is éltetek még akkor. Volt egy ilyen film. Haló itt Iván Cár. Na, nekem nem valami Haló itt bunakalás <laughs> <laughs> Haló itt agyvérzés. Én megőrülök. Én megőrülök olyan hetem volt, nem hiszitek el. És még nincs vége. Ó, oh, ne is mondjad, ne is mondjad. Kezdjük a múlt hétnél szerintem, ahogy letettük a, letettük a podcast mikrofont, egyből jött az üzenet, hogy, hogy megjött a Semmelweis Egyetemnek a kutatása, tehát nem tudtuk berakni az előző adásba, úgyhogy majd most fogjuk berakni, hogy megjött a kutatásra való felhívás, de ezt majd az adott adás on topic blokkjában, az az igazság, hogy nem nagyon tudok beszélni, és nem az mert tele van a szám, hanem folytatódik a, a fogorvos szaga. Szága, ki hogy akarja. Olyan jó volt, hogy megbeszéltem két héttel előre, hogy Árpi, még ő kérdezte meg, hogy jó lesz a három óra, mondom nekem, tök mindegy, csak én nem akarok ott ülni órákat. Három órára mentem ma. Előtte még elmentem egy panoráma Mikor mentem be a rohat rendelőbe? Találós kérdés. Én nem tudom, mikor beszéltem veled? Öt óra? Háromkor. Ezt jól hallottad. Igen, öt óra után mentem be a rendelőbe. Azt hittem, agyvérzést kapok, fölgyújtom az egészet a picsába. Csáli nagyjából egy ilyen időzített bomba beszélt amúgy jól vagyok, Hát nem viszel az, nem viszel az mikor délben kajász utoljára, de már akkor sincs nagy étvágyat. Tudod, hogy háromra mész, ehelyett ötkor bemész egy ilyen félórás, nem tudom kimondani, hogy procedúra, csak a leszorítom a számot, még mindig zsibat, procedúrára. És, és, akkor bazd meg, ötkor bemész, fél hatkor kijössz, hogy hallod, már néztek az emberek ott, akik ott voltak, hogy mi az Isten, az hagyjátok csak a gyomrom gyomromkorog. És akkor még, ah, még, két órát ne egyé, zsír, fasz a gyerek vagy. Úgyhogy kérdezte, hogy akkor legközelebb mikor tudsz jönni? Hát mondom, tök mindegy, csak a napot mondjad, bazd meg, mert olyan mindegy, hogy mit mondasz, mert úgy se lesz szó, úgy. Tehát így, én nem, nem, nem szeretem ezt a pontatlanságot. Nekem azt mondja valaki, hogy három, akkor az három előtt öt perccel már ott vagyok. És az én időmet bassza el ezzel. Meg mindenki másét, aki utána jön. De figyeled, Krisztián, hogy Charlie az egy komplett műszaki áruház, tehát a, így elképzeled, hogy a, a gázóra fejű ott ült, miközben a betonkeverő gyomra korgott. Rohadjál meg! <laughs> Ó Istenem. Ja, hát és akkor a ja, olyan... rendes fogorvos. Hát de figyelj, rendes gyerek, meg Izé, hát tizen éve járok hozzá, tehát tényleg együtt nőttünk föl, mert hát kb. egykorúak vagyunk, csak ez a kezdeti 5-10-15 perces csúszásokból csinálni két órát, azért az már így erős barokkos túlzás. Elhiszem, hogy, hogy mindenféle szele oda jár, de. Akkor is, na. És mikor az van, hogy megkérdezem a mellettem ülőt, hogy mikorra jött, akkor ő is akkorra jön, mikorra én, és mindig én megyek be, mégis később. <gül> <gül> és megkérdezte, de miért rendel több embert ugyanarra az időpontra? Hát na, hát ez, na, ez alapvetően ez parasság. Az és menés a pofonér. És akkor utána, tudod, még gyorsan átszalad, mert több több rendelője van, átszalad a másikba, hogy gyorsan beadja az injekciót nekem. Másfél óra után már éreztem, hogy jó van, gyerekek, ez megy ki, aztán megkérdezik, hát két óra után egy magas labdát, hogy na, mi van, elég az érzéstelenítő? Hát mondom, milyen érzéstelenítő, már el is felejtettem, bazd meg. Tehát így fölösleges ott beadni. Na, akkor adott még, amit most érzek, tehát így tényleg olyan az arcom, múlva most találkoztunk délután olyan az arcom, mint aki sztrókot kapott. Hát Már kinyába röhög az ember, na de tényleg. Úgyhogy le, 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 apró, levette a, a, fogmintámat, mint a gyurmába harapnék, és fúj, de szaríze volt. Uá, -f -f -f. Úgyhogy hát ez egy ilyen biztos, egy ilyen bűntudatos tízezres projekt volt, azért volt csak ilyen olcsó, de hát még két-három köröm van nála, aztán, aztán majd mondom majd neki, hogy no offense, de ad már ide légy a CD-imet, meg a leleteimet, aztán majd keresek olyan orvost, aki, aki időben tud fogadni, és nem játszik a, a szabadidőmmel. Na mindegy, hát ennyi volt, meg rengeteg éjszakázás, aztán az rengeteg éjszakázás miatt ma fölkeltem hajnal fél négykor, és azóta itt, ting, Pillázok, számítógépezek, meg, meg írom az adásmenetet, meg a tököm tudja, mit meg, orvoshoz megyek és találkozom mújóval és elszfoilerezek annyit, hogy mújó megszabadult a szakállától. Úgyhogy csak borostás. Nem már. De. Vagy nem lehetett volna elmondanom, Mujó, ez ilyen... Nem titok, ez évet, ja, kétszer megborotfálkozom. Most, most jött el az ideje, hogy elfogyott a türelmem, hogy nem tudok semmit jó ízűen enni, mert... Hát, illetve tudsz, hogyha... enni, csak kétszer annyit kell szedned, hogy ugyanazt a mennyiséget bevéd a szervezetet. Hát egyrészt, mert fölfogja a szakál, másrészt meg kurva kellemetlen kerülgetni a nyelvemmel, meg a fogsorommal az centis szőrszálakat, amik a bajszomból belelógnak az arcomba. Miért, az nem vágtad le sose a, a felső szádnak a széliig? A múltkor megpróbáltam egy fazonra igazítani, az jó volt, és akkor az volt a koncepció, hogy növeztem, de aztán most így általában elfogy a türelmem, és akkor lehet nyírom az egészet a fenébe. Uh -huh. Ez történt most is. De az se rossz végül is, mert hogyha mondjuk ez gépet csinálod, akkor ez a gép sosem egy tönkre, mert évente kétszer használod, mondjuk. Hát igen. Nem az, a, nem az a baj, én voltam szakálas, és ha nyírod fölül, akkor az állandóan szúrni fog. De nem azt de... mondtam, hogy csapja le teljesen, csak tudod, azt a vonalat a szája fölött, ott húzza végig egyszer géppel, Jó, hogy, hogy hát ne lógjon klasszik... bele elnyírod, érted, az ott állandóan szúrni fog. Volt, hogy engem jobban szúrt a szakállam, mint a másikat. Ó. Oh. Hát ennek igazán örülök, hogy téged jobban szúrt, mint mondjuk engem a tied. Na. Ja, nem, 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 nem úgy, hát kosár méretű lányokra gondolok. Nem maradjál, mert senki nem fog elhinni, mert beígérted a találkozóra, és az ott se volt se víz csak a csapból folyt. Hát, Charlie, azért mondd meg most itt a nagy nyilvánosság, hogy ott, tehát nem ott volt. Hát a nem, találkozó nem volt ott, mondja utána. Ja, de, de igen, igen, igen. No, igen. Ja, az, az ú, igen. Ott a maláj masszás szalon, ne viccelj már. Engedjétek meg, hogy én bekapjak egy kockacsokit, mert tényleg saját magamat emésztem már föl, úgyhogy kicsit eltartom a mikrofont. De úgy is ti mondjátok, hogy most mi történt Na, meséljetek. Egyél csak, egyél csak. Hú, én iszonyatosan megfáztam a hétvégén. Olyan kalandokba volt részem. Úristen. Elmentünk wellness-elni. Well, igen, igen, igen. Hé. Hogy sikerült meg, hé vizen megfáztál? mint az állat. Tehát én gyakorlatilag átértem a Sorstalanság című filmet oda-vissza. Nem tudom, tehát mikor voltam utoljára ilyen. ilyen öltözős fürdőbe, azt hiszem gyerekkoromba, a szegedi uszodába, de ott még ilyen zsákba kellett rakni a ruhát. Na most itt egy póló magasságú szekrény volt, körülbelül három darab póló élére fért be a szekrénybe, férfiak, nők együtt öltöztek, vetkőztek. Persze volt ilyen átöltöző kabin, mondjuk azt hiszem, hogy tíz darab a nem tudom én 800 szekrényre. Aztán kifelé jövett a hajszerítóból csak hideg levegő jött. Szerintem ott volt egyébként a fordulópont, hogy vizes haja mentem ki abba marha hidegbe. Francnak neked haj. Az asszony meg a meg a nem a, kö, a legkisebb lányom. Ők nem tudnak úszni. A most ki volt írva, hogy mély víz, csak az nem volt kiírva, hogy az utolsó lépcsőfok után nincs lelépő, uh, az a leg... hanem az a leggeci. három méter a, a oh. tó alja. Mert hol voltatok most? Hévizen. Ú, oh, az büntető, büntető. A, hát Charlie, tehát Adáson, három ezek... kívül mesélek neked olyat, hogy sírni fogsz a röhögéstől, és senkinek nem mondhatod el, különben átvágom a torkodat szakrálisan. A három órás fürdőbelépőből a két lány, az két óráig az életé kapaszkodott gyakorlatilag a vízbe. De figyelj már, ott, mikor én gyerek, gyerek voltam, amikor legutoljára ott voltam, ott lehetett ilyen nagy traktor belsőket bérelni. Olyan nincs már? Lehet bérelni, nagy traktor belső nincs már, tehát ilyen aránylag kicsi úszógumik, meg tudod, ezek a szivacs akármik vannak, de ők vittek magukkal, csak így a halálfélelem rájuk tört. Hát pláne azért, mert hogy ugye a hévízi tó az olyan, hogy, hogy olyan, mint egy kurva nagy töltsér, és a legmélyebb pontja valami 30 méter mély környékén van. Magyar, kimentem a... a Kvázi hideg, tehát a, a nem fedett részbe ott uh -huh. úsztam egyet a hidegebb vízbe, és ott mondták, hogy ott valami 30 méter a zajja. Ja, meg ott tele van a hínára, tehát kurva, hogy oh, így igen. úszol, és akkor még így kapaszkodnak a hínárok a lábadba. A, Zsí... Ez nekem alapvetően olyan halálfélelmet tud adni, ez a hínárban úszás. Én bárhol úszok hínárban, meg ilyen tavirózsa, meg anyám kínja. Tudod, mikor, belerúgsz, vagy hozzáérsz, és az nem csinál semmit, az egy rohadt növény, az csak fotoszintetizál, de mégis olyan, mintha rád akarna kapaszkodni. Ez a legszarabb az egészbe. Mozgatod a lábod, és olyan, mintha ő mozogna rajtad. Ó, oh, Szar érzés, Félelmetes, félelmetes. De hogy <laughs> erről flashbackem volt erről a traktor belsőről, mert hát azt tudod, milyen volt régen. Traktor belső is egy kibaszott nagy szelep befele. És jaj, lehetett jaj, látni, jaj. hogy ki volt hévízem, mert itt valamelyik oldalánál végig volt karistolva csikarma a traktor belső szelepe miatt, és egy ilyen hatalmas, hogy vörös csík volt az emberek oldalán. De mindegy, szóval én tudok úszni, de, de én nem, nem szeretem azt a vizet, aminek így nem látom az alját, meg egyébként is, a ilyen, bánya se szeretek menni azért. Nekem, nekem abszolút negatív érzés érdekös, volt az, 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 az egész hévízi kirándulás. Egyrészt, másrészt meg életemben ennyi orosz embert nem láttam magam körül, még a kommunizmusba se. Brutális mennyiségű orosz van hévízen Is. Mert is. Mi, mikor mi Nászuton voltunk Egyiptomba, akkor, is, akkor ott is úgy volt, hogy hát rá volt téve a kislányra, hogy angolul beszélek, de a, a, nagy többség, mondjuk a két har, hát inkább azt mondom, hogy a á, nem négy ötöde, az német meg orosz. Ez a kettő volt ott is. És orosz volt, jóval több volt. De akkor ezek szerint itt is. De egyébként biztos azért, mert ilyen pofátlanul magas szerintem ott a fürdőbelépő ára is. Tehát ez magyar ezt, ezt megfizetni? Tehát ha olyan szállodába mész, ami aminek, mit tudom is én, csomagban adják és, és, tartalmaz a fürdőbelépőt, úgy még jó lehet, de egyébként biztos nem fizetnék érte annyit. Hát figyelj, a három órás fürdőbelépő fejenként 2800 forint. Hát az laza, akkor az, az egy ezres Várjál, -e, várj -e, várj -e, de ez sehova nem jogosít, csak a, a fedett, meg a nyitott, tehát a tóra. Ami, a ami tudod, úgy rész. magától is ott van, bazd meg. A VNS rész az meg plusz 1500 forint, de azt a három óráshoz nem adják, csak az öt óráshoz, meg a kurva anyátokat. Tehát akkor várja az öt óráshoz, ami mondjuk akkor mondjuk 4500 vagy 5000, meg még 1000 valamennyi. Hát akkor egy ilyen laza 6500 forint az, hogy csak vízbe vagy. Nem ettél egy Zsib. kurva lángos se? Uh, nem. Nem, viszont innen is csókoltatjuk Laci bácsi konyháját. Biztos hallgatjuk a jó kaják vannak Hévízen Laci bácsi konyhájában, eszméletlen jó áron, eszméletlen jó pálinkákkal. Na, ezért fáztál te meg, mert itt a páleszt, és azt hitted, hogy meleg van. Nem, mert négy kézláb mentem föl a hegyre. És lelógott a hasam a hideg földre. De szar, nem tudok nevetni, mert az meg olyan a szám. Uh, és van egy új kazánom, az ma megkaptam tőled a Focusrite. Mi ez? Scarlett Studio. A Scarlett Studio-t, és uh, tudod, ilyen csöngettek megint, de közben ugye várom a futárt, küldök csomagot Finnországba, nem tudom én. És akkor egyszer csak csöngetnek, és meghozták amit mit, Na, mit, Origen. Type-Food V3. V3? Mini. Ó, bezsír. Van itt pénz szarásig, Hát én azóta Origen-tájnit szívok igazából, tehát töltöm naponta, nem tudom sokszor, de... Bár most megbolondított egy picit az, az eszköz. Két olyan dráhíten volt, beszartok, nem tudom, hogy miért. Hirtelen, hát tudom, hogy miért, mert hirtelen az 1,6 óm helyett fölment valami megveszekedett magas, mit tudom, hatómra, ómra, arra rákülte a powert. Olyat szívtam, ú, utána volt ott minden narancslé, rakott krumpli. De az mint... mitől ment föl Charlie De hat ómra? Na, 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 hát ezt kérdeztem én is. Ez, Na, ez igen, úgy gondolom ez. A, én is azt gondolom, hogy a CERN-ből elszökött egy-két szubatomi részecske, és a Charlie kazányába sült ki. Igen, a sötét anyag nálam. A sötét anyag. Na és múl jó veled, mi történt a beretválkozáson kívül? Ó, nem sok minden. Csöndes, nyugodt húsvétot toltunk, sétálgattunk egyet a ligetbe, amíg még van liget nézelőttünk, ettünk egy, mi, az, mi az gofrit, Egyettünk ettünk egy jó gofrit, sétafikáltunk, amúgy meg nyugisztunk. Meg én is jártam ma a fogorvosnál. Ezt akartam mondani, hogy fogorvos D volt ma. Bizony, bizony, úgyhogy a mai nappal kipipáltuk a bal oldalát a fejemnek. Jövő héten folytatódik a jobb oldallal, úgyhogy már látszik az alagút vége. Right side soon. Na hát nekem is most, most ilyen challenge-be vagyok, de megint kezdek rá, rájönni, hogy miért gyűlölöm én annyira a fogorvos. Nem azért, mert fáj, hanem az a kibaszott, csak elvesztegetett idő az életből. Na mindegy, hát nem tudunk mit csinálni. Vagy hát, nem keríthetsz egy precíz fogorvost, aki nem ilyen elkanászodott. Hát legszívesebben magamnak csinálnám. Júj, ö, gyönyörű szó, mert mikor meghallom és kiráza hideg, kauterizálunk egyet. Azt tudod, mi mi? csinálsz? Kauterizál. Az a kauterizáció azt jelenti, hogy mikor, mikor benned valami élő szövetet ugye felvágnak, az vérzik. A kauterizációnál meg elégetik, hogy ne vérezzen. Na, ugyanez volt az ínyemnél, fiúkák. Fogjak meg egy elektródát a bal kezembe, és a, a számba már tolja be olyat, mint a ragasztópisztoly, Nyissam nagyobbra, nyissam nagyobbra, kicsit az ínyeden alakítunk, és már érzem, tudod, az éget, hússzagot. Ó, oh, gyerekek, oh, durva volt. Ezt Mi az egy... Isten csinálnak veled? Jézus hát ugyan, ugyan, ugye ott az a fog, ami ketté tört, ott most a két hét alatt az íny egy picit rádolgozta magát, és azt kellett ott egy kicsit lefejteni, hogy alatta meg tudja csiszolni. Nem volt felhőtlen az örömöm, is a mosoly az arcomon. Hát ez nagyjából olyan, mint lovon patkót heggeszteni. Detto, detto. Ott, detto. Kevés, ott kevésnek éreztem a fájdalomcsillapítót egyébként, de mint a, mint a széle. Úgyhogy jó, hát akkor csapassuk a témákat, fiúk csapassuk a témákat. És mindenféle, szó mindenféleképpen szót kell kerítenünk majd a Walking Deadről, Krisztián. Remélem, up to date vagy. Ha nem, a akkor... legkevésbé sem. Hát akkor spoiler lesz. Egy, kettő, van még az adásból annyi idő, hogy megnézd. Nem baj, ma megérdemlem, jöhet a spoiler. Jó, majd. Na, amit említettem a bevezetőben, hogy ugye beszélgettünk az előző adásnak, ahogy vége volt, fölcsattogtam a, a párásítónak a Facebook csoportjába, és ott ment a kokettálás, és már nem is tudom, hogy ki írta, hogy na, kaptatok-e levelet, és gyorsan megnéztem a mailboxomat, és valóban a Semmelweis Egyetemről képzeljétek el, hogy írt két doktornéni, Javaslom mindenkinek, teljes névem küldték a levelet, úgyhogy mindenki menjen föl a Facebookra, és csekkolja le a menyecskéket, mert szemrevalóak. Zárója bezárva. És ö, írtak egy levelet, amit mindjárt meg is keresek, hogyha megtalálom. A lényege az arról szólt, hogy na, akkor most elindul a kutatás. szemmel szemmelve itt. Azt, azt akartam, hogy szemmel vers, Szóval az van a levélben, hogy megköszönik, hogy a kérdőívet kitöltöttük, és segítjük a munkájukat, örömmel vették a jelentkezést a vizsgálatra. A részvételhez szeretnének kérni még pár adatot, amilyen teljesen 19. századi módon egy, na ez a másik, egy doc formátumú és kiterjesztésű fájl van csatolva a levélhez és azt töltsem ki, és küldjem vissza, és jelezzem, hogy szerda vagy csütörtök reggeli időpont jó-e itt és itt. Ott van a két nő neve, még mindig mondom, csekkoljátok, fiúk. És ö, azt mondják, hogy a fogorvosi centrumban várnak minket a hatodik emeleten itt és itt fél nyolc vagy nyolc órára, beteg felvételen bejelentkezni, és a többi, és a többi, próbáljuk meg a dohányzást, füstölést és az étkezést. Tehát miért nem gőzülést írt? Na mindegy. Három-négy alkalomról van szó, és visszaküldtem, és kértem még infót, és azóta nem jött semmi, hogy értem én, hogy szerda vagy csütörtök, csak úgy van belőle 52. Melyik szerda vagy csütörtök? Nem jött vissza semmi válasz, úgyhogy hát itt van most ez a projekt, az minden esetre látszik, hogy nem, nem e-mail küldésben erősek a, a, a doktorok, mert hogy mindenkit zokszó nélkül beraktak a címzettek listájába, tehát én most végig tudom olvasni, hogy, hogy, pont ki az az X ember, aki, aki jelentkezett a kutatásra, és milyen e-mail címmel, tehát ez lehetett volna kicsit elegantosabban, de hát ez van. Úgyhogy ez ilyen rövid szolgálati közlemény volt. Nem tudom, ti kaptatok-e Én kaptam. Én nem. Mindjárt mondja Krisztián, de én nem is küldtem be adatot. Nem emlékszem, az az igazság. Én úgy emlékeztem, hogy igen, de aztán most el kell, hogy gondolkozzak rajta, hogy lehet, hogy mégsem. Uh -huh. Na mindegy. Szégyen szemre. És te válaszoltál, Fifika? Nem messze vannak, mi? Hát, Pécs, ne vicceljél már, Charlie, hát annyi időm nincs, hogy a nyálom lenyelje. Milyen Pécs? Most hogy jön ide Pécs? Budapest. Én nem Pécsem van? Budapest, a többi stimmel. Ez Budapest? Jó. Okay. Egyrészt Pécset, másrészt nem. Na, Jó. megszólalt a kohász vagy Vájár, vagy mit is mondtad rád múltkor, Blacky? Vájár, man, Vájár, Várjál, várja, nem, mit mondott rád? Szurkos képű vagy? Szénporos. Szénporos. Szénporos, szén igen. Na, de menjünk tovább, mert ez csak egy ilyen rövid kitérő volt, hogy ellenőrizzétek a mailboxaitokat, de akkor ezek szerint csak az egyik őtök, és csak ő sem megy el. <tosz> És egy másik, még nekem még két cikkem van, ezt gyorsan végig tudom darálni. Az egyik, hogy Indiában is vannak nekem roppantul, roppantul okos emberek, akik megállapították, hát India, hát nem tudom, hogy hol, de gondolom a Times of India pont ból hogy, hogy már pedig ezek kútrapaliék, úgyhogy Ja, hát nálunk a... Ki nem mondom, hogy melyik nagy cég az, aki, aki nekünk beszállít, és ott nem tudom, valamiért rajtuk ragadt, hogy Kútra mert azt nem egyszerű kimondani. Mindig Kútra keres minket. Szóval azt mondja a cikk rögtön a, a címében, hogy a, hogy, a, hogy a dohányzás még mindig olcsóbb, mint az elcigaretta, az apátok faszát. Ezek nem olvasták el, amit levezettem én annó a kezdőknek szóló cikkben, hogy már a második hónaptól olcsóbb, pusztuljon el a férgese. Azt mondják, hogy hogy az adók tekintetében alacsonyabb az ára, de valójában az e-cigaretta költsége magasabb, mint a hagyományos cigarettának a legtöbb országban, és a varázsszó az új kutatások kimutatták. A tanulmány arra tért ki, ugye, hogy, hogy azért lehet még szimpatikusabb az ECG, mert hogy nem terjedte széles körben, ezért nincs rajta jövedéki adó. De figyelitek, hogy ez az utóbbi két-három hétben egyre többször hangzik el ez a rohadt jövedéki adó. Nem lesz ennek jó vége. Nem lesz ennek jó vége, én mondom. És, és, mindig azzal kapcsolatban, hogy nem terjedt el elég széles körbe. Tehát Igen. Mi, mi, tényleg mi az az új hülyeség, ami széles körben elterjedt, az megjövedéki adóztatják? Hát persze, persze, hiszen az... Hagyjuk, hogy az emberek a saját addikcióikat addikcióiktól vezérelve átszokjanak valamire, ami egészségesebb, olcsóbb alternatíva, vagy egyszerűen csak olcsóbb, mint mondjuk a mi, az E85, hogy hívják ezt a bio, nem, nem biodízel, hülye vagyok már. Basz meg, ciki. E85, pedig még az autóba is ezt használjuk. Ja, az a, az ilyen de mi a uh, be, 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 be be metil, vagy etanol. Etanol. Meg, etanol. etanol. Szóval az etanolnál nem. is ugyanez volt. Ö, szóval azt mondják, hogy ö, természetesen itt is ilyen kutatók vannak, hogy, ö, hogy akiknek a dohányzás ellenőrzéshez van közük, vagy mondjuk hát természetesen itt is bedobnak egy University of Michigan ö, ö, egyetemet, mert az mégiscsak egyetem is jó hangzik. Hogy ö, ugye ez egy nagyon körültekintő kutatás, és megállapítják, képzeljétek el, nem tudom, tudjátok-e róla. Vagy tudjátok-e, tisztában vagytok-e a tényel, hogy kettőfajta elektromos cigaretta van? Van az eldobható, ez nem újra tölthető, és van az újra tölthető, képzeljétek el, amiben a nikotin folyadékot lehet újra tölteni. Zseniális tanulmány. Ezek géniuszok. Hát hallod, hogy eddig hogy tudtunk ezek nélkül élni? Va, vakon az erdőben. Szóval azt mondják, hogy azt mutatták az eredmények, hogy már egy átlagos ö, ö, árszintű ö, cigaretta pakli csomag, ki hogy hívja, az az eldobható cigaretta ö, eldobható e-cigarettának a feljébe kerül. Tehát érted? És akkor, de most azt ő hogy számolta ki, hogy, hogy mert azt nem írja ez a kutat, kutatás természetesen, hogy belerakott a dobozba 19 vagy 20 szál e-cigarettát, ilyen eldobhatósat, és hogy ez kurva drága, vazd meg, a feléből kijön a rendes cigi. Hát, vagy, vagy mit vetítettek le? Na, ez volt az egyik. A Teljes másik, homály. A másikra azt mondják, hogy a, a, a folyékony nikotin után töltővel használható e-cigaretta egy pár dollárral kevesebbe kerülhet, mint egy doboz hagyományos cigaretta, Üh, viszont ez egy minimális árkülönbség, és de viszont Figyeljünk oda, mert az elcigaretta után töltő folyadék, a nikotinos, több mint 20 dollár. És már megint nem tudunk semmit kontextusba helyezni. Mi a, mi a 20 dollár? Mennyi a 20 dollár, már hogy mennyit vesz e 20 dollárért, 10 ml, vagy 30 ml, vagy 100 millilit? Hát, hát 20 dollárnyit. Az igen, 20, 20 dollárért veszel, és, és akkor milyen erős a nikotin, meddig szívod, kiszívja addig. 500 ért kérek szépen mandarint. Igen. Azt mondja, hogy... Miben szívod? Hogy és az... most nem a ruhádra gondolok. Ezt figyeljétek, hogy, hogy azt mondják, hogy azért sem éri meg, mert hogy ezt az újra tölthető, hát nem tudom miért azt mondja, hogy újra tölthető, hát nem újra tölthető, bazd meg. Na mindegy. Tehát amit mi újra tudunk tölteni a tankot, ezt olyan emberek preferálják leginkább, akik, ö, ö, akik ö, nek a napi. Tehát a, az e-cigaretta folyadék az, ami a napi költségeket leginkább befolyásolja. Hát persze, bazd meg, hát az eszköz már nem kell megvenni. És jön a záró gondolat, hogy ezen kívül jelentős vita van a népegészségügyi ö, kockázatokról. Mivel még ez egy új termék. Tudjátok, nincs még meg a kellő ismeretünk róla. Nem tudunk eleget az elektromos cigarettáról. Igen, itt is írják, hogy. Bár ö, egy bőrbe bújt, farkas. Hogy azt mondják, hogy egyesek azt mondják, hogy az elcigaretta szerepet játszhat abban segíthet a dohányzásról való leszokásban. Mások pont erős aggályokat vélnek felfedezni, illetve támasztanak ezzel szemben, mert hogy az információ hiánya, a potenciális károkat okoz, hiányzik. Köszönjük, a szab... remek a szóválasztást, tehát tényeket, tényeket állítanak szemben aggodalmakkal. Igen, meg 20 dollárra. Hiányzik a termékszabály, de szerintem ez a lényeg, tehát ennyit akartak csak leírni, hiányzik a szabályozás, és az, az értékesítési gyakorlat az iparból, ennyi. Mi van? Tehát, te teljes homály. Hogy értékesítési gyakorlat hát, az hát, iparból. Nem. Ebben az iparban hiányzik az értékesítési gyakorlat, mert hiszen mi van? Képzeld, el, az meg olyan emberek árulják, akik, akik, ezzel foglalkoznak, ami nem baj, csak ezek nem mi vagyunk. És nincs rajta jövedéki adó. Ez a két probléma vele szerintem. Ude aggályos. Azt mondja, hogy egyes joghatóságok szerint a világon, különösen Nagy-Britanniában elérték ö, ö, azt az árat az e-cigarettával, mint a hagyományos cigarettával egy tanulmány szerint. Ez hazugság a egy tanulmány szerint. A kutatók, nem normális a komolyan. A mennyi. kutatók bár megerősítették ö, a, a, növekedés, a növekedés fontosságát, de mellé oda tették, hogy, hogy hát a cigaretta ára és a jövedéki adó összefüggésben van egymással. És akkor itt jön a következő, de ezek már csak alcímek voltak következő cikkekhez, ezen az oldalon egy cigaretta rákot okozhat tanulmány például. Szóval, szóval ennyi körülbelül, és az első, illetve a legutolsó komment, amikor én ott jártam, az ennyi volt, hogy ha, 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 ha. Csak ott nem, ahol én élek. Ö, meg kell őrülni. 10 dollár egy nap olcsóbb, mint 10 dollár hetente. De tényleg. Tehát ez az, amikor hú, 20 dollár. Te meg, meddig szívod azt a 20 dollár, dollárnyi likvidet? Tehát olyan, olyan bődületes fasságokat mondunk, nem mi, ezek a cikkben, és tényleg, amiket mondunk, Krisztián, tudod, amiket mondtunk, hogy ezeket a paneleket fölállítod, tudod, nem tudunk eleget, egészségügyi kockázat, és most már bejön a jövedékiadó, új kutatások kimutatták, egyetem folyadék drága, most már ezt is oda tehetjük hozzá, 20 dollár, ezekből pillanatok alatt össze tudsz három bekezdés legózni. Én egyetlen egy dolgot hiányolok ebből a cikkből, hogy glicerin csak végbélen át. Az még emelné a fényét egy kicsit. Na jó, ide? de lehet, hogy nem ismerik még a mi ildikónkat, de hogyha... Szerintem egy szóval lehet jellemezni ezeket a cikkeket, elrettetés. Tehát az a céljuk, hogy aki dohányzik, és esetleg gondolkozik az e-cigarettán, elrettentse a E-cigarettától. Hmm. Fifika, nem lehet. Nem tudják még mit akarnak, hiszen már lebegtetik a jövedéki adót. Az meg életszerűtlen lenne, hogyha elrettentünk valakit, aztán rábasszuk a jövedéki adót, hisz nem lesz bevételünk. Nem tudják még, hogy mi a... De fel. ez a cél, Charlie. Hát nem is fog, tehát hogyha ha, ha azt nézed, és ebben az egyik kollégámnak van igaza, hogy melyiket egyszerűbb használni. Tehát most ne az egészségügyi szempontokat, meg egyebeket nézzük, hanem hogy megvesz egy doboz cigit, rágyújt, elszívja, elnyomja. Így van. Nem kell tőtögetni. Na, de ezeket, ezeket akarja ezzel erősíteni, hogy drá a fele annyiba kerül, mint a e-cigaretta, a egészségügyi, kor. látod bezzeg be a hagyományos cigaretta, hogy tudod, hogy mire számíthatsz? Na, punktum. Tehát, igen, ha járt az, utat járatlanul el ne hagy. Ha így van, egyrészt másért meg, hogyha ha elveszti az elektromos cigaretta az árelőnyét, mert rettentő sok embert az árelőny motivál arra, hogy kipróbálja, akkor csak az egészségügyi preferenciák miatt egy halomdohányos biztos, hogy ki se fogja próbálni. Pláne úgy, hogy elplantálják bennük azt a tévképzetet, hogy... Ja, hogy ez nem is előnyös. Nem is előnyös, és még képzeld, még drágább is, mint a másik, hiszen 20 dollár a likvid, de bazd meg azt a 20 dollárt, amit írt a gyerek is kommentbe. A szívom egy, az egy hétig, tehát kb. 7 8 annyi ideig. Illetve mit akartam neked mondani még ezzel kapcsolatban? Várjál, basszus, az agyamba volt pedig. Én megmondom, nem tudunk semmit az elektromos cigarettáról, de az nagyon rossz. Is de az nektek nagyon rossz. Várjál, most úgy felidegesítettem ezen magam. Most megkattintom újra, hát ha eszembe jut. Neked is beköszönt a NAV az India Times-on. Ne, ne idegesíts, komolyan. Esküszöm, hogy itt megnyitott a tájékoztatás. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a jelen honlapon közzétett tartalom, mint elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a Nemzeti Adó és előre számú határozatával 90 napos időtartamra elrendelte. Mi azt hiszik, hogy kaszinó? Nem tudom, de Mert a fogadást tiltott. Nem tudom, de erről az jut eszembe, amikor tavaly szeptemberben a Steamnek a webes interfészét sikerült ugyanilyenekkel letiltaniuk. Zavar az van az a... erőben, mert a, a, azt hallottad ma is új hír, hogy a, a Google-nek a, az újabb lokálisan lepakolt ö, gépei, ö, amik egyébként ugye hát új IP cím tartományok, meg mit tudom is én, mi? Úgyhogy hát körül egy ilyen másfél órán keresztül attól zengett a kínai sajtó, hogy Elérhető a Google, elérhető a Facebook, mert ugye új szerver nem volt benne a tiltó ja, listában. Ja, ja. <laughs> Hülye madarak. De figyelj, a NAV elrendelte az ja, ja. elérhetetlen ételét, de rajta van egy bezárgomba léjeren, és becsukódik. Hát, és mert úri el. emberek. Na, úri ember pedig, mint tudjuk, nem csivész. Szóval az jutott eszembe, hogy az egyik ezzel fogják itt kanonizálni az embereket, hogy nézd meg, drágább, mint a hagyományos cigaretta, a másik meg, ezt a több embertől hallottam, hogy nem veszek cigarettát, én csak vágott dohányt veszek, mert abban nincsen semmi szar, mert az úgy össze van vágva, az bele van rakva, az jó van. De ha tudnák, hogy nem is tudom már, hol olvastam, tegnap, vagy én már tényleg nem tudom, szégyellem magam, hogy nem írtam föl éjszaka sónodba, de hogy hogy kilónként, de úgy egyszerűbb azt mondani, hogy, hogy, hogy száz vagy ezer kilónként Összemérhető mennyiségű vegyszerrel kezelik azt is, tehát. De hát azt nem kell mondani, csak az, hogy vágott dohány az egykáros van, esetleg a papíron betekerem. De ha még pipába rakom, meg úgy meg pláne jó, mert az tényleg csak a dohány van, mint a mezőn, de, ahogy nő. De a hozzáadagolt egyéb anyagokat leszámítva, nem mintha az elégetett dohány nem lenne kibaszott egészségkárosító önmagában. És te ezt honnan tudod? Van róla tanulmány? Vagy tudományos tény? Nem láttam olyan weboldalt mostanában a héten, ami ezt támasztaná alá. Nem tudom, én 1952-ben láttam olyan újságot, ahol az orvosok ajánlották. Igen, ő is kemelt szív. Yes. Az zseniális volt az a... Az a... De mostanában raktunk be egy ilyen videót talán. Igen, igen, igen. Igen, igen. Na... Menjünk tovább, szerintem, mert én, vagy hát még ha van hozzáfűzni valótok, mondjátok nyugodtan, de én, én már kitárgyaltam. Nekem nagyon sokot kaptam ettől a cikktől, tehát ez tényleg a legalja. Az e témájú újságírás legalja. Tényként kezeljük, hát, de hogy azért Bullywood is fölzárkózik a sorba. Hát, de ne ezzel akarjanak megkönnyörgölni. Majd megcsinálják tudod az elektromos cigaretta versus terminátor, vagy valami. Nem, ismi. mi volt az? Mi volt az? Oktopusz, vagy Okt... sárktopusz, vagy mi a faszom? <gül> <gül> vagy az a Godzilla vs. Meha Godzilla. <laughs> az az lesz egy ilyen, hogy cigaretta vs. e-cigaretta. Oh. <laughs> És jön a gyilkos nikotin, ott lopódzik a sötétben. Igen, titkos katonai kutató laboratóriumok legmélyén Vad, vadon termesztett nikotinnal készítik elő az új szuper piránya cápa polipokat. És alapvetően ez egy biológiai fegyver. Is, kétszer. És hogyha nem ez öl meg, akkor az, hogy a napba hajít, csak Norris. Na de menjünk tovább, fiúk, hogyha nektek van még valami... Milyen irányba menjünk tovább? Hogy hát nekem ne, hogy Nekem bu ne, 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 bulváron van ne. úgy, hogy... A, a, a kedves Zokni Dániel barátunk talált egy jó pofa cikket, a iskolája címe. Nagyon rövid kis cikk, de iszonyatosan jó eszmefuttatás. Egy vidéki vegyes bótban várt a sorára, amikor egy négy-öt éves forma kisgyerek rángatta az anya szoknyáját és követelte a cigirágóját. És uh, ugye a cikkírója elgondolkodik azon, hogy mi van, hogy 4 öt éves gyerekek cigaretta rágó. Tudjátok, hogy ezt most uh, befogják tiltani, vagy már be van tiltva. Igen, igen. Ez a dolog, és akkor így egy picit tovább megy ebben a, a célcsoport, meg gyerekek, meg a kapudrok, tudod, amit az e-cigarettával el is eljátszottak, csak hogy ezek az e-cigarettával el ellentétben ezek teljesen kézzelfogható és hihetetlen módon nem megtiltott vagy betiltott dolgok. Ugye kezdjük a gyerekpesgővel. Na várjá, azért álljunk meg egy kapavágásra, de kezdjük Igen. azzal, majd én is mondom, mert épp tegnap ittam. Kezdjük a gyerekpesgővel. Kezdjük a játékfegyverekkel. Tehát, hogy mi az, hogy egy gyerek kezébe egy ak 47-es nem is tudom én, majdnem tökéletes másolatát adod. Vagy hogy alkohol palackba adsz pesgő fölératú italt a gyereknek. Hát, És az, az hát, az... na, Charlie, hát figyelj Ami már, ha valami konzekvensen betartunk, akkor tartsuk be. Jogos. Hát én azt mondom, ez a, ez a gyerekpesgő, ez, ez annyira nem mérvadó, mert, mert nem tudom, egy nagyon tényleg csak az üveg formája. Meg gondolj bele, szegény... De figyelj, Charlie, várjál, ha már ha, valaki tényleg puritán, akkor legyen puritán száz százalékig. Tehát, hogyha az elektromos cigi rossz és az ördögtől való, mert dohányzást imitál, imitál, úgy tűnik, mintha valaki dohányozna, és az nem jó, akkor az összes többi se legyen az. Tehát a játékfegyver az ugye a valódi erőszakot imitálja, a gyerekpesgő, az a valódi pesgő imitálja, akkor ugye ne is menjünk tovább a... Nem, én nekem, a... nekem a, itt a gyerekpesgőnél Igen. csak annyi észrevételem volna, hogy például azok a szegény emberek, akik folyamatos szolgálatban vannak, mint például én, megveregetem saját vállamat, és nagyon sajnáljatok, Például tegnap ö, köszönt el tőlünk az egyik kollega, és szükség van a mert ez szolgálatba, ezzel tudtunk elbúcsúzni tőle. Hát, ti felnőttek vagytok. Várjál, csak akkor. Műtítok. Mondjad? Mújó, nem hallottam Most a végét. Ki? Mit? Nem hallottam a végét, felnőttek vagytok? Felnőttek vagytok, alapvetően nem gyerekpesgő tisztok, hanem alkoholmentes pesgőt így akartok van, inni. Így, így van, így van. Így van. igen, igen, igen. Miért de... hívják ezt gyerekpesgőnek? Miért nem alkoholmentes pesgő? Igen, igen, igen. Egy, és egyébként az a legszebb az de egészben, hogy... alkoholmentes volt, a gyereknek. Hogy, hogy ugye ettől függetlenül tényleg van olyan pesgő, ami tényleg pesgő, alkoholmentes. Mert múltkor vettem észre, hogy az meg van ilyen is. Az szőlőízű hogy uh, igazatok van abban, de, de én sokkal aggályosabbnak érzem például a cigirágót. Például. Mert például, mikor nekem még anyám még nem tud, vagy nem akarták tudni, vagy nem akarták engedni, vagy úgy csinálunk, mintha nem tudnánk, hogy dohányzol, fiam, akkor, uh, akkor egyszer-kétszer volt ilyen mondatom, hogy Mire kell neked a zsebpénz? Jaj, anya, kinéztem egy öngyújt, tudod, 16 éves öngyújtót. Minek neked öngyújtó? Jaj, mert olyan szép, Bírózni. meg nem, tudod, hogy olyan szép, meg ahogy kattan, mert hogy kinéztem egy zippó öngyújtót, meg vihar öngyújtót, meg a tököm tudja mit, és akkor, hogy ezzel is ilyen, ilyen mesterséges vágyat keltenek benned, hogy az, az jó, mert egy tök más dologhoz kötöd, mert azért kell egy ilyen, mert szép, azért kell egy ilyen, mert egyedinek érzem magam tőle, mondjuk egy ilyen öngyújtótól. Aztán, aztán ez úgy rántja a többit is, mint ahogy cigizni is azért kezdtetek el ti is, mert attól nagy fiúk lesztek. Gondoltátok ti? Úgyhogy igen, hát valóban így kéne ezt csinálni, hogy ezeket szépen, ezeket a felnőttes nek tűnő dolgokat, mint a benzinkúton külön a, 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 ezeket a nem vényköteles gyógyszereket egy külön szekrénybe pont elférne még a tesco is, hogy kölyökpesgő, cigirágó, meg meganyám kínja. Bár nem is, én nem ért. Tehát a cigirágó, na az lenne az, amit ott kell betiltani a fazba, ahol van. Mert miért, miért rágóbb attól a rágó, hogy cigi formája van? Miért nem lehet ceruzarágó? vagy valami, vagy bármi. Parkeltól hát, rágó. Toll... Hát nem, de ugye? Na, Radífúgy most, rága. hogy beszéltünk, végig igazad volt. 19. <síns> no, és akkor lépjünk tovább a gondolatsorban, hogy az, és mi, mi, van az államilag támogatott függőséggel? Melyikre gondolsz? Hát ugye. Hát ugye, szerencsejáték. Ja, ja, hát, na, Hát azon na, van adó. Hát, jó, ha, jó, jó. Na, azon a a van adó. A <laughs> az már nem olyan. Az már nem olyan, mert azon már van ne... adó. Az már nem olyan. Pont De ezért ugrott fel Krisztiánnak a... az ablak. Mert azt nem tudja. na, Ez pont olyan, mint a külföldi szerencsejáték, vagy <laughs> betend vagy az anyám kinyam ilyen oldalak. Abból nem jött nekik bevétel. Puff, blokkoljuk az anyjukba. Na szóval, ez... ez piszok érdekes cikk, nagyon jó gondolat menete van, és rövid is mindenkinek ajánlom, hogy olvass el, mert biztos, hogy kelt benne egy-két furcsa gondolatot. Az jutott erről az államilag támogatott függőségekről eszembe, hogy pont a múltkor valami téma kapcsán pedzegettem, hogy előszeretettel hangoztatják ugye azt, hogy az nem lesz mert továbbra is függő maradsz már, mint az elektromos cigaretta. És akkor ennek a farvizén a gondolat, hogy mégis mi a bánatos köze van bárkinek egy olyan függéshez, amivel semmiféle szociális ö, problémát vagy másmilyen problémát nem okozol senkinek, és hogy az emberi agy alapvetően arra van berendezkedve, hogy valamitől mindig függjön. Függesz egy párkapcsolattól, függesz a munkahelyettől, függőséget okoznak a sorozatok, a tévében, stb. 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 Hát mégis mi még közük van hozzá. Na mindegy. Elmondom miért, de addig beszéljetek, és egy picit majd vissza fogok ö, ö, csatolni itt. Ö, mert keresek egy cikket. Tehát tulajdonképp tök mindegy, hogy milyen cikket keresek. Ö, ez nem az, az sem az. Hú, hogy hívták a, hogy hívták a. Prison a Went Wentworth Miller. Egyébként Krisztián a, a gondolatmenetedre visszacsatolva az államnak addig van köze a függőségethez, amíg be nem bizonyítja, hogy az rád vagy a társadalomra nézve káros, ezért meg kell adóztatni, és utána már békén hagy. Na, hát ezt, de ezt beszéltük már adásokkal ezelőtt is, hogy addig lesz csak az LCG is káros, amíg ki nem vetik rá a, az adót. Na, és ami most Aha. eszembe jutott, az ékes bizonyítéka mondjuk az Index, kicsit megigazítom a mikrofont, és a rohat anyjáért nem jön be a link, ha rákattintok. Minden ilyen, ilyen öngyilkosság helyett választotta az elhízást, meg a, tudjátok, mikor, mikor valami, valami, valami ilyen dráma van, hogy mert kínozták a gyereket, és azért lett öngyilkos. És a médium annyival tudja az egészet, tehát bármilyen mocskos lehet. A végén odaírja ezt a sablont, ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízis helyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható tetteretre telefonszámot. Online segítséget itt kaphat, amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljunk figyelmébe. És ezzel le van tudva. Előtte ízekre szedünk mindent, mindenkit, majd a végén bebasszuk ezt a mondatot, le van tudva, gyerekek, mi megtettük a magunkét, ott van a telefonszám, meg a kontakt, azt akkor. Minden a legnagyobb rendben. Igen, igen. Most pont a Milleres cikre jutott eszembe merő is, depressziós volt, meg öngyilkos akart lenni, aztán a kigyúrt műtetovált srácból lett egy ilyen kis pufók valami, mert ő az evésbe menekült, még ez a jobbik esetleg egyébként. Jó, viszont most látom, csak bocsánat, ez a Fifika cikkének a cookie konszentje, ez a legjobb cookie konszent eddig, amit láttam. Ezt láttátok? Nem. Hát ugye új e új szabályozás, hogy az összes európai tartalom Várj, szolgáltatónak újra, vagy akkor már nem kötelező be... kuki elfogadós figyelmeztetést kell kitenni. Nekem nem jött föl az oldalsütiket használ, hogy eladhassuk a lelked valamelyik net, netgyarmat net nem tudom kimondani. Netgyarmatosító? Netgyarmatosító multinak, és a gomb rendicsek. De egyébként a függés iskolája mellett is jó, a DiCaprio Oscar nyert. Na és, és alatta, hogy a szájában jobbra-balra pöckölgeti a ciket. Az annyira ott van -e ez a cikkhez. Igen, vannak Hú, ezek. megnéztem a DiCaprio filmét, az Oscar medvét. Mindenki azt mondta, hogy szar, meg unalmas, szerintem nem. Ó, ó, én azt múltkor beszámoltam róla, hogy megnéztem a izét. Nem, de talán a elnök végveszélyben, vagyis hát az a nem tudom, has fallen, és akkor most ezt megcsinálták ugye a, a londonos verzióját. Ja, a londonos verzió, igen. Ma hát, te kurva de az elnök végveszélyben azt nem most vetítették valamelyik tévécsatornán? De, de én azt megnézem mindig. Zseniális. Én most láttam először. De ebben már Obama van. <coughs> nem, nem, nem. Nem tudom. Hát az az, az elnök, elnök végveszély. Néger az elnöket kérdez. Várjál, akkor az a izé volt, a... Vagy Olympos, az... várja, nem, ez az Olimposhez ez volt, amit én mondtam, és amit meg te mondasz, mert itt mindig kev, itt két ilyen volt, az meg a Jamie Fox játszotta az elnököt, és mikor ott rodeóztak a, a gyepen, nem? Igen igen, 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 igen. hát az is, az is zseniális, és azt tudjad, hogy ott magyar FX-esek is dolgoztak, és például azt is magyar csávó csinálta, mikor a Csajszi, a kislány kijön a végén, az lehet, hogy már mondtam valamelyik előző adásban, és lengeti a zászlót. Ez megvan? Yes. Meg, meg. Na, azt úgy képzeld hogy azt elbazták a felvételt, mert uh, milyen zászlót lengetett ott a filmben? Nem az amerikait? Uh, nem, szerintem a az elnöki zászlót, azt a kéket. Ugye? Hát, annyit láttam, hogy egy kék. Van igen, az elnöknek igen. külön zászlója. Hát nem tudom, az, ami a... a, a kocsi egyik egy, egyik od, Igen, Grammar -náci on. Szóval a filmet úgy vették föl, hogy az amerikai zászlót lengette a kis csaj, és aztán rájöttek, hogy de nem azt kéne. Úgyhogy azt kockáról kockára újra renderelték, és ö, azt pont egy magyar srác csinálta, hogy az amerikai zászlóból egy másik zászló legyen, és hogy erre... en tehát, olcsóbb megcsinálni már az effektet, embereket foglalkoztatni kemény pénzekért, mint fölvenni újra. Hát ez hát valami igen, ott forog a gép, ott az operatőr, ott a sok bigyó bevilágítani újra. Újra a le gás, kell rombolni a, a fehér házat, ne az, de múlt évben is lerombolták kétszer, mindig fölépítik pillanatok alatt. Az meg, ezek valamit de tudnak. Úgy leamortizálták abba a film a fehér házat. Na, vagy. az kutya fasza Londonhoz képest, amit most leműveltek vele. Tehát a, a, a te, milyen templom katedrális, ahol, ahol összeházasodnak az emberek, meg temetkeznek, mindegy, az egyik tornya effektel ledöntve a picsába fölrobbantva hidak, gyönyörűen megcsinálva, és mindig attól félek ilyenkor, hogy jön a második rész, elbasszák, erőltetik, nem lesz jó. Nem baszták-e? Nem volt erőltetett? Jó volt. Kurva jó volt. Hát mondjuk kicsit, kicsit erős, hogy rögtön az ötödik perctől gyakorlatilag csak egy ember védi az elnököt, de meg ezek a magasztos mondatok, hogy hogy nem is tudom, a két helikopter az, az egyiket bemérik, és akkor önfeláldozásra felkészültem, vagy valami hasonló duma, ott, ott, ott majdnem elmorzsoltam egy köncseppet, és akkor berepült a rakéta elé, és ott nagyon éreztem, hogy ha én amerikai titkos ügynök oh, lennék, én is így csinálnám. Na mindegy, ez, ez erősen off volt, itt a függőségektől jutottunk el odáig, hogy lőnek egy RPG-vel. Ja, ja, hát nem tudom, mi lenne a jó egyébként. Tehát teh ezt én semmivel nem tudom indokolni, hogy mi a fasznak kell a cigirágó. Tehát mit akarok imitálni, vagy... Az, az egy maradvány a múltból. Igen, igen, igen. Ja jó, hát akkor maradjon meg az az italpor, amit sose töltöttem italba, hanem mindig a szánkba döntöttük a. De az milyen jó idejó volt, édes és De ti ezt kipróbáltátok vízbe? Hé, borzasztó szar, borzasztó szar, de így beledönteni a szádba és utána. volt a neve. Azaz limó italpor, limó italpor. Na most ezt ti még azt hiszem, műanyag igen, igen, tehát igen. Én meg sütőporos zacskóba. Tehát oh, annak az eredeti. Az nem tudsz ne, volt. zacskóba. Elvesztettük ezt a csatát, nem tudunk überelni. Nem tudunk. Várj, várj, és az volt a legszebb, amikor tudod, egy pici vízért ezt a cuccot, a sütőporos zacskóba, az meg. Összeragadt, és a szivárvány minden színében volt rajta a folt. Na, az zárója érzem csak meg, hogy egyszer volt az, hogy egy. A sok egy, elbetű kifigyelt. Egy méregdrága, vastag, ikeás, gyapjú szőnyegre, valamilyen italporos ö, itóka egy kancsóban, narancsízű, de az íze egyébként kurva jó volt, de italporos. És mindenki gondolkozon el, mikor olcsó likvidet vesz, kicsit ráfűzök erre a témán, olcsó likvid porból is készülhet. Na, és ez az italporos. Ö, Löty, ami már be volt keverve, egy a erre a tört fehér szőnyegre. Azt a rohanást nem tudjátok elképzelni, itatni, áztatni, törölni, nem jön ki, Tesco, vegyszer, még egy vegyszer, És még egy az vegyszer, valamelyik a, jó az lesz. Az alsó szomszédig marta a lukat a padlóba. Igen. <laughs> igen és aztán hazamegy, az egyikkel törli, a másikkal törli, harmadikkal, vizes porszívó, nem jó, most már talál jobb, néz meg oldalról, rásüt a nap, mégsem jó, mi a megoldás, húzzunk rá bútort. Ez lett a vége. Zsír. Úgyhogy az italforokról ennyit, meg hogy mennyi természetes adalék és színezőanyag van benne porból készülős likvidekről jutott eszembe, ma megtalált az egyik cimborám, akinek megérett a fejébe a gondolat, hogy kipróbálja az elektromos cigarettát. Mondtam neki, hogy pont jókor, mert most még van egy kis ideje, hogy megtalálja az ízvilágát, meg az eszközét május 20-ig. Miért mi lesz május 20-án? Elmagyaráztam neki. Nos, a szó szót követett, adtam neki ott a tanácsokat, és akkor felvetette, hogy van neki egy elcigizős kollégája, aki azt mondta neki, hogy fillérekből is lehet elcigizni akár, mert Pár dollárból nagyon sok likvidet lehet Kínából rendelni. És akkor így szemöldök felszalad, mondtam neki, hogy hát igen, így is lehet, lehet veszélyesen élni. My más, is élni. Május, május 20 után nem nagyon fognak bejönni ezek a kényes minőségű, 3 <laughs> kínai likvidek. Orosz más, Igen, másrésztről meg azért tényleg, tehát legalább itt húzom meg az ember egy határt, hogy Nézze már meg, hogy mi az, amit beletol a tüdejébe. Egy picit szavadat ne feled, és Fifika, rá akarok erre vezetni. Meglepődtem múltkor, mikor megkeresett a kínai csaj a GearBest-től, hogy a likvidet nem akarnék tesztelni, vagy nem raknám ki az oldalra, hogy hogy van, és nehogy azt hidd, hogy csak azok a megszokott neve nincs szarok. Hát ezek, ezek bevásároltak mindent, hallod? A Five pons kezdve a lesz az anyám kínja, ott volt a polcon a kurva drága amerikai, meg tököm tudja, milyen angol likvid is. És direkt rákérdeztem, és, és az, az. Na most azt azért tudni kell, hogy ők egy piac tér. Tehát ha te úgy gondolod, hogy a te fogyni fog, meg ők is úgy gondolják, hogy érdemes a. Hát meg gondolj bele, hogy kint milyen piacon van. Ezt forgalmazni, akkor miért ne? Hát gondolj bele, hogy, hogy mennyire küzd azért az Apple, hogy kint találjanak egy kerriert, egy szolgáltatót, aki árulja majd a telefonjaikat, úgyhogy nem tudsz rajta internetezni, meg gyakorlatilag semmit nem tudsz, de van egy iPhone-ot, ami a halandónak körülbelül a, nem tudom, három, öt, tíz évi fizetése. Fizetése, így van. Szóval Ugyan, és ráadásul ezek, ezek ugye csak egy ilyen, hogy mondjam, mint az Ali. Tehát nem egy kereskedőnél van egy akkora raktárbázis, hogy de így működik az Amazon is. Tehát nem minden az Amazonnál van. Van, ami nála van, de valami külső kereskedőtől jön. Tehát ott kint Kínában is rájöttek ezek a likvid gyártók is, hogy az egy kurva nagy piac. És ha kevesebb a margó, és eladja akkor is akkorát szakít rajta, hogy beszar. Mire hazaviszi a pénzt. Hát így van. Úgyhogy lehet hát ez így csináljuk. is, csak a haverod biztos nem erre a verzióra gondolt. Valószínűleg nem, igen. És még képzeld, ha rájön, hogy van olyan, hogy az úr. Jaj. Úristen. por, tapor. De, de, jaj. de tudjátok, már annyiszor megbeszéltük, hogy spórolsz az elején már az eszközzel is. De nem... Egyből, egyből, mindennel akar spórolni, hiszen már nem akarok ilyet mondani, mert mi, ha ti mondjátok, akkor is én leszek a köcsög érte. Vérsz, mondd azt, hogy vérszemet kapnak. Egy, vérszemet kap, igen, vérszemet kapnak, maradjunk ennyiben, mert hogy amit ki lehet hozni 10 forintból, az drága, legyen inkább egy forint. 20 dollár, ennyit tudok mondani, amit az előző cikkben mondtunk, 20 dollár, na de mennyi ideig, és hogyan, és mi? Na, mert ugye ezt mondják, hogy 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 bezzeg a gyártó, milyen kurva drágán adja. Hát igen, csak otthon neked bizony, nincsen olyan laborod, nincsen olyan gépsorod, millió dollárokért mondjuk, vagy csak nem ennyi messzire, nézd meg a Flavor Artos videóját a Filbuszárdónak, hogy micsoda gyár. Ö, és nincsen fejlesztésed, csak összeöntöd, az vagy jó lesz, vagy nem vagy egy kicsit csíp, vagy nem. Vagy a legnagyobb beruházásod egy ö, mágneses keverő, ami egy, izé, számítógép ventilátorból, meg egy mágneses kapszulából állt. nem szabad összekeverni a szezont a fazonnal. Mindent lehet olcsón. Én is összetudnék itt rakni magamnak, mert olyan a végzettségem. Összetudnék rakni akár még egy csöves erősítőt is. Azt se teszem meg. Megveszem a boltit. Hm. Hát ez egy, a te Egy, csalni. mert lusta vagyok, kettő, meg azért, mert, mert, mert aki ebből legyártott már tízezret, az biztos jobban csinálja, mint én, aki legutoljára a vizsgamunkájának csinált csöves erősítőt. Ó, ne is mondjad, a volt kollégám az ilyen csöveserősítő építő szakmunkás volt. Öcsém, ott egy kimen, egy végkimenő trafót megtekertetni. Az adott kapcsoláshoz, na az se semmi. Nekünk, te tudod, nekünk a ilyen blokkonként voltak, hogy egy hét gyakorlat, egy hét suli, egy hét gyakorlat, egy hét suli, és, és mindig a feladatok is ilyen blokkokra voltak osztva, hogy te tulajdonképpen a végén jöttél rá, hogy azért, mert csinált egy pár húzom szorítót, de megtanultál ö, csiszolni, finomítani, meg a tököm tudja, ott mikronra mérték, az meg vége az egészet, és akkor a végén összeállt a fejedbe, hogy mennyi mindent le tudnak osztályozni egy ilyen szarral, és volt ilyen is tekercselés, sose fogom elfelejteni. Tudod, mikor az elén olyan bátra, pödröd, megy ez, baz, meg, megy ez, és akkor... Húha, húha, kéne még 240 menet. Hogy a faszomba fog rámenni erre? Hát sehogy, baszd meg. Ú, igen, akkor jön rá az ember, hogy hát ezért szakma, ez is mondjuk. Igen, igen. Mint ahogy a likvid keverés is. De ezért nem keverek likvidet, csak magamnak például. És azt is olyanból. Én meg hogy... nem. Mi, mármint, hogy nem keversz, nem keversz magamnak? Csak magamnak keverek. Na jó, de. Hát meg a medvéknek, meg a mit tudom ja, még? Ségkire... Medv... Van, van. Hú, de hogyha már, már egy kicsit bulvárosodunk, akkor ez egy nagyon friss hír, 28-ai egyébként. Kidobott az Inokin egy új chipsetet, képzeljétek el, nem tudom, hogy kéne ezt mondani. Ethon vagy, Ethon vagy, eton, vagy, mindegy, Aethon, így írják. TC-s board egyébként, tehát ha ez a panel, ez tud temperature control is. Közelebb kell hajoljak, mert olyan szavakat írnak, hogy az olyan kisbetű azt mondja, hogy ízlelgessétek Total Temperature Control and Dry Heat Prevention. Ez még oké okay mindenkinek. És ami nélkül nem tudom, hogy tudtatok idáig létezni. Ultrafast. Két tized másodperc az első klikkeléstől a vaporizálásig. Hát de ilyen már volt. Hát tök mindegy, hogy volt-e vagy sem, mert tudjuk, hogy voltak olyan elektronikák, amik sokkal lassabbak voltak, és az már bántóan zavaró, de hogy ez... Tudod, az így... Van nekem egy eszközöm, ami három tized másodperc, Ú, basz, meg ez nagyon nagy feature, te ez két tized másodperc. ez sokkal durvábban, hamarabb melegszik. Ez olyan lesz, mint a gigahertz. Aztán van egy ilyen... Két tized másodperc alatt gyorsul gőzre. VDC Power Output vit, és ezt nem tudta senki megállapítani mi a tököm, Clear Wave Noise Cancellation. Nem tudtam hova rakni, mert hogy Noise Cancellation nekem a fejhallgatóm, ami a repülőgépen tök jó, de mit, mit Noise Cancellál egy egy elektronika, egy elektromos Tehát, hogy fehér cigibben. zajgenerátor is van benne. Ezt megkérdezték egyébként az ECT-n, mármint hogy a e a e on hogy Oh my, that sounds amazing! Uh, I love two seconds from click to vape part. I am a very impatient vaper. This really sounds amazing! de van egy ilyen, hogy ja, azt mondja, uniform coil heating eliminates hotspots. És hogy ez, ez mi? Vagy, vagy hogy? hogy? Hogy szünteti meg neked a hotspotot ez, a, a, elektronika a ez, a, ez, elektronika. ez, az elektronika? Fúra. Vagy azt mondja, hogy mi van még itt? Lehet, hogy beépített öntekerős kazánt is adnak mellé. Kétszer. Az volt mindenre a válaszuk, hogy ezt a csippet ezt még csak most hoztuk ki, most fogjuk bemutatni az első eszközöket vele, és hogy a finomítása még, még most is tart. Hát akkor egy, minek mutattad be, kettő, meg ha nem mondasz róla semmit, akkor tényleg ez volt a legutolsó komment, és nem is ment nagyon uh, tovább. Looks interesting. Ezt ennyi. Egy ilyen fogyaszthatatlan És akkor azt mondja, ez is egy olyan feature, aminélkül nem tudom, hogy hogy tudtunk idáig élni. A preboost az 25-100 wattig. Tehát képzeld el azt a, azt a tekerést, aminek, aminek kell egy 100 wattos lökés az elején. Mi? Minek vagy hogy? Vagy hát, miért? Vagy hogy egy folyamatos a... őrlángom van. <laughs> Azt igen, ez a uniform coil, hát ez, 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 ez nem tudom mi. Ez, ez, tényleg nem tudom mi. Ezt úgy tudnám elképzelni, mint, mint a BMW Z4-nek a sportautója volt olyan először talán, ami esős időben nem ám az, hogy csak úgy fékezgetünk. Ó, ma majdnem meghaltam, ezt, ezt is elmesélem. Hanem a fékpofa, mikor az elektronika érzékeli, hogy esik az eső, és nem használod a féket, akkor annyira megközelíti a fékpofa a féktárcsát, hogy felmelegedjen, ezáltal elpárologjon onnan a víz, hogy mikor te fékezni akarsz, akkor egyből a maximális fékerőt ö, tud ö, teljesíteni. Nagyon szóval akár. ide is minek ez a, ez, a, ez a uniform coil, meg 100 watt preboost, és azt mondja, hogy precíz ö, ö, ellenállás megjelenítés 5 azt mondja, egy, kettő, borzasztó pici, bocsássatok meg, egy, kettő, három, négy, öt tizedesig. Öt milyen tizedesig. Meg? Hát ezt meg is írta valaki, milyen, milyen jó lesz, hogy most várja, az hogy van? Tized, század, ezred, tízezred, százezred, valaki leírta, hogy kétszázezred ómot is, akkor most már meg fogok tudni mérni ellenállásváltozást, változást. Milyen jó. Nem, nem tudom, nem tudom. Ez már nehogy nagyobb legyen a, hogy van, füstje, mint a lángja? Nekem egy kicsit parasztvakításnak tűnik, tehát tényleg itt a 60%-ának túl sok értelme nincs az itt felsorolt dolgoknak. De a másik 40%-a hangzik. A másik 40%-a meg már előző eszközökben is megvolt. Tehát itt, amit újat mondtak, ez a, ez a két tized másodperces felfűtés, ami lehet, hogy van olyan eszközöd a polcon, ami még ennyi ideig se gondolkozik, csak ott nem gondoltak a marketingesek ilyenekre. Na jó, de érted, tehát. Meg azt mondja, hogy... Valamiből a marketingeseknek is élni kell, most olyan sajtóközlemény nem adhatnak ki, hogy legőrdült a gyártószalagunkról a legújabb technológiájú elektronikánk, ami pont azt tudja, mint a piac összes többi mással, meg egy csomó fölösleges hülyeséget. Ez nem túl bevő ha, ha, nem látnám a tetejét, a logót, meg a bal oldalt, meg az alját, és csak ezeket a passzusokat olvasnám, akkor még azt is hihetném, hogy a Daniról van szó. Hát mondjuk ott nincs százalatról szó, de ultra alacsony standby mód a, a minél hosszabban tartó használatért, tehát ez a, ez, a, ez a, hogy mondják, ez az alacsony fogyasztás, meg a TC, meg a Dry heat prevention. Hát jó, az meg a TC, az ezt tudja. Tehát ez olyan, mintha azt mondanád, hogy a kaki már pedig barna. Há igen, az. Hát nem mondtuk ki, de tudjuk. Lehet zöld is. Attól szóval két-három kérdés volt ott csak az embereknél, hogy, hogy mi ez a Clear Wave, mi ez a Noise Cancellation, mi ez a izéhozé, és csak ezeket nem válaszolták meg egyébként. Tökő egyébként, mert for more information berakják a saját Facebook oldalukat, a Redditet, az Instagramot, meg egy egy ECF fórumot. Ő a gyártó. Hát de hát ne ezeket rakd be, hanem rakjad be a termékleírást, a specifikációt, a tököm tudja mit, amit a mérnökeit kitaláltak. Biztos van a sok-sok oldal dokumentáció, vagy valami, vagy bármi. Úgyhogy. Ennyi lett volna kis értelmetlen színes. De ha leveszed róla a logókat, és csak a felsorolás, a szövegfelsorolásokat hagyod meg, akár ez lehetne még egy hajszárító is. Hú, az asszony meg... Ja, de ott is van ilyen gomb, igen. De van ilyen gomb, bocsánat. Igen. Try it prevention, minden. Nem égeted meg a hajadat. Preboost, százvat, preboost, <laughs> hogyha sietsz reggel. Igen, 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 igen. És, és noise cancellation. Hm? Ettől ki lesznek páran? Vagy lehet, hogyha megnyomod a gombot, akkor mindenki elnémul körülötted. Nem tudom, hogy az, az mi Azért mondom, le fehér zajgenerátor. Hm? Egy rugalmas fehér zajgenerátor. Na, Úgyhogy ez van, ugorjunk. Egy van még. Egy van még, igen. Az e review megjel megjelent egy érdekes cikk, ami azzal foglalkozik, hogy e hogyan dolgozunk mi önmagunk ellen, amikor olyan állításokat hozunk föl az elektromos cigarettával kapcsolatban, amik picit szerencsétlenek, és tanácsokat ad, hogy hogyan lehetne ezeket a kijelentéseket, állításokat egy kicsit ügyesebben megfogalmazni. És fölfedeztem közöttük olyat, amit én is előszeretettel fölhozok példának. Úgyhogy érdekes a dolog, belecsapok. Jó. Csapja. Az elsőként azt hozzák föl a szokásos holmit, hogy hát az elektromos cigaretta csak négy összetevőből áll szemben a tohány termékek több ezer e, vegyi anyagából. És ugye azt feszegetik, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsétlen megállapítás, mert hogy nem igaz, mert hogy a négy összetevő az ugye PG, VG, nikotin és ízesítők, és az ízesítők magukban szintén több ezer féle mindenfélét hozhatnak, úgyhogy ez egy ne, nem pontos, bele, bele lehet kötni ebbe a fajta állításba, úgyhogy ők inkább azt javasolják, hogy ehelyett mondja azt az ember, hogy nagyságrendekkel kevesebb fajta és veszélyeségű ö, egészségkárosító anyag található az elektromos cigarettában, olyan szinten kevesebb, hogy a legtöbb esetben tízszer-százszor, de adott esetben akár több ezerszer kevesebb, mint a dohányfüstben. Egy kicsit bonyolultabb így megfogalmazni, de tény, hogy az, hogy csak négy dolog van az elektromos cigarettában, az, az egy nagyon-nagyon pontatlan megállapítás. Két dolog jutott erről egyébként eszembe, hogy ezt mindig kategórikusan ki lehet jelenteni, hogy, hogy az összetevők. De akkor, és akkor mi van, mikor, mikor te elmész gombát szedni, és a kosaratban száz gombából egy mérgező. Akkor minden gomba mérgező? Vagy hát mondjuk... Egyébként között. igen, tehát <coughs> jó gondolkozó, hogyha ha a kosárban egy mérgező gomba van, akkor azt úgy kell venni, hogy minden gomba mérgező. Fifika, ez most egy ilyen teoretikus kérdés volt. Hát, ő túl a kosár volt, keretein. Örülök neki, hogy ennyire okos vagy gombaszedésben is. A másik pedig a, a, a hús. Mert hogy ö, te fif, fifik a maximum, mújó, nem eszik sztéket, de, de a steak kurvasokba kerül, ha olyan, meg egyébként is. De de van olyan marha, képzeljétek, ami mondjuk ö, fertőző körönfájása van, vagy kerge marha korban döglik meg, akkor, akkor a marha is egy. Marha-veszélyes állat, vagy. Na, érted? Marha És a gombával igen. is ezzel akartam, erre akartam kiukadni. Ja, hát kockázata mindennek van, tehát még a vízfogyasztásnak is. Na, na igen, csak hogy akkor, akkor ezt is így kell kontextusba helyezni, ahogy mindig Ugye, volt mondjuk. A, a... Annak is marha nagy kockázata van, hogyha csúcsforgalomban egy nyári nap végig sétálsz a belvároson. Igen, de most a gombáról jutott eszembe egyébként, hogy hogy él még bennem az emlék, mikor, mikor a gombavizsgálók voltak a piacon, és bizony csak azokat vették el tőled, ami mérgező volt, a többit visszaadták. Ennyit a, a minden gomba mérgező a kosaratban kitételedhez. Tök jó a meglátás, Charlie, egyébként, mert, mert, brutális az az általánosítás, tehát amilyen felméréseket, meg tanulmányokat előszeretettel előszednek, hogy összeszednek katasztrofálisan avítas, nagyon-nagyon rossz minőségű kazánokat, meg valahonnan a sufniból összeszednek egy marék kurva és aztán letesztelik, és döngetik, a, letesztelik szarul, és aztán világá kürtölik, hogy az elektromos cigaretta már pedig ez van vele, Holott kurvára nem erről van szó, csak éppen az a minta, amit őt néztek rosszul, az ezeket az eredményeket hozta. Úgyhogy jogos, hogy az általánosítás baromi veszélyes. Vagy vegyél hangszórót, mert egyébként a, a Bang Olufsen 6 millió forintos hangszórója kurva szépen szól, de hát az, amit megveszel a lengyel piacon, az valahogy nem azt a feelinget adja, pedig aztán az is hangszóró basszus. Na. Vagy használj mikrofont a podcasthez, Krisztián. Mennyivel szebb a hangod, és olyan jó indulatúan csendben vagy erő, de micsoda gyönyörű mikrofonba beszélsz most, és így mutogatok magam elé, mint itt lennél. Na, de igen, szóval... igen, én terveztem megköszönni ezt a szuper jó mikrofon, de most akkor belőlem, belőle? Ja, nem hogy nem azért, abszolút nem azért. Előre hozzam, én nagyon remélem, hogy fassa lesz a hangom tőle. Csugálatos a jószág, Kinga is a csodájára járt itt az előbb, hogy micsoda szörny mikrofon született ide elém. Nagyon fasza. <laughs> ja, én is meg szeretném köszönni azoknak, akik hozzájárultak a tombolán ezeknek az eszközöknek a beszerzéséhez. Nekem csak egy gondom van, hogy itthon én ezt már marha nehezen tudom elsütni, hogy ez tényleg nem az én pénzemből van. Nekem e-maileket kell mutatnom a, a, a kínai csajjal, amiket levelezek, az nem létezik, hogy ez is már megint ingyen. Tehát a férfi új sunyogás az egy idő után így visszacsap. Hát igen. És szeretném szépen megköszönni még az új Kanári Sárga is. Azt a Berkitől kaptad. A Berkitől. Na, okay. ledaráltuk a témákat, fiúk. Még nem, még van tovább. Hát itt nincs még vége. Ja, hogy ennek nincs még vége. Bocsáss Én meg. Me megszakadtam Persze, volna. Krisztián beszél, és akkor... A kettes pont, ez mi nem annyira gyakran hangoztatott dolog, inkább angol száz területeken szokott fölmerülni érvként, hogy az elektromos cigaretta utántöltőjének az összetevői, mert hogy az a... Generally recognized as safe, ez a GRAS FDA pecsét, hogy alapvetően biztonságosnak tekintett, ez nálunk nincs meghonosítva, de hogy arra Amerókában van egy ilyen, és hogy ezt, ezzel érvelnek, hogy az összetevők azok már pedig ilyen FDA általánosságban nem egészségkárosítónak tekinthető paraméterekkel bírnak. És hogy hogy ez is egy eléggé szerencsétlen megállapítás, mert hogy baromira nem elég. Ez a Generally Recognized as Safe pecsét, ez alapvetően az emberi fogyasztásra vonatkozik, és nem a belégzésre, úgyhogy emiatt nem túl jó ötlet ezzel dobálózni, hogy már pedig, már pedig a mi alapanyagaink ilyenek. És itt van, próbálnak, próbálnak helyette valami jobbat kitalálni, hogy mit lehetne -e helyet mondani, és aztán arra lukadnak ki, hogy alapvetően jobb, ha ezt az egész érvet inkább elfelejtjük. Nincsen egy nincs -e mentő megfogalmazása ennek, ez egy szarérv. A hármas pont, hogy a. Ezzel propilé... ez abszolút egyetértek. Ja, jó, ja, mondjátok, akkor mondjátok, akkor a hatásszünetet tartottatok, hogy azt hittem, ne, hát te tartasz akkor a hatásszünetet, mert... hogy nem tudjuk, mi van. Te nem, nyomni nem kell, tett... kell a gombot, és közben görgetni kell. A, aki írta ezt a cikket, ez pontosan azokra a dolgokra hívja fel a figyelmet, ami abszolút nem szabályzott. Na most elmondanám, hogy a TPD ebben semmit nem szabályoz. Pontosan azokban a dolgokban, amiben szabályozásra lenne egyébként szükség. Mondhatom tovább? Mondhatod, persze. A következő az egy érdekes fel, felütés, hogy a PG az aszma inhalátorokban is megtalálható. És ezt szerencsétlen érnek találták ők valamiért, mert azt itt irogatják, hogy próbáltak utána járni és keresni olyan inhalátorokat, amiben PG van, de ők nem találtak, úgyhogy nem találnak bizonyítékot arra, hogy a PG már pedig ezekben az inhalátorokban benne van, ami azért baromi érdekes, mert ugye például a nikotinos inhalátoron is föl van tüntetve, hogy PG van benne, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy sikerült kikerülniük. Lekopott lehet, hogy lekopott. Itt eljátszanak egy kicsit azzal a gondolattal, hogy a PG, mint olyan, ugye nyilván nem mindegy, hogy két slukot beszippantasz egy inhalátorból valamiből, vagy egész nap láncfépelsz, de hogy a... és akkor megint lejjebb görgetek egy picit. Hogy alapvetően ők azt mondják, hogy ha benne van az inhalátorokban, ha nincs benne az inhalátorokban, nem az inhalátorokkal kell példálózni, hanem azzal kell példálózni, hogy egy nagyon részletesen megkutatott anyag és jól ismert anyag a PG, amit előszeretettel használnak levegőfertőtlenítésre is, orvosi körülmények között is, stb. stb. és milliárdnyi fogyasztói termékben megtalálható, úgyhogy inkább ezzel kell példálózni, mint konkrétan az inhalátorokat hozni föl példának. Én ezzel speciál nem értek egyet, mert hogyha jó a nikotinos inhalátorban, akkor onnantól kezdve miért jó, csak a, tehát én, én, azzal az érvel abszolút egyet értek, hogy, hogy, amikor te nikotinos inhalátorról beszélsz, akkor nem egy láncvépelő eszközről beszélsz. Tehát ennek nagyon gyorsan neki tudnak ugrani. Persze, de hát ott volt az a tanulmány, ami azt fejtegette ugye, hogy sérült időszövetű embereknek, mint vivő közeget alkalmazzák a gyógyászatban, és ennél extrémebb példát arra, hogy a belélegzése nem veszélyes az egészségre, nem tudnék. Fölhozni. Igen, csak ott se tudjuk, hogy milyen idő tartamra, és mekkora mennyiségben. Ez is igaz végül is, de mondjuk, amikor elgőzölnek 50 liter PG-t az órod előtt egy koncerten, az is egy érdekes megközelítése a dolognak. Oké, tehát ebben, ebben azért egyet érthetünk, hogy a, azt, hogy csilió termékben benne van, hogy ez egy biztonságos anyag, hogy voltak vele patkánykísérletek, stb. stb. és hogy abszolút nem tudtak kimutatni káros hatását, ez inkább döntőbb érv lehet. Igen, egy kicsit szőrszáhasogatónak érezhető ez a, ez a cikk, de igazából hogy a szándék mögötte az az, hogyha érvelünk az elektromos cigaretta mellett, akkor olyan érveket használjunk, amiben nem tudnak belekötni. Ez így van. És így, 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 így megközelítve teljesen észszerűek ezek a kis korrekciók és javítások, hogy ezt így nem mondjuk, mert ezt azonnal le lehet csapni magas labda bárkinek, aki egy kicsit is elmerült a kérdésben. A negyedik pont az szintén egy nagyon érdekes dolog. Ugye kering a Facebookon meg mindenfelé az a kép, hogy a felső felében az elektrom, vagy a, a hagyományos cigaretta áldozatai tele fejfákkal egy temető, a alatta pedig az elektromos cigaretta áldozatai és a sírásó nézi az óráját, és ásítozik egy üres sírhely mellett. Eh, erre is azt mondják, hogy ez egy nem jó év, mert hogy az van, hogy tíz éve van az elektromos cigaretta a piacon, és tíz év alatt nem várhatjuk tőle, hogy halálos áldozatokat szedjen szemben mondjuk a dohányzással, ami évszázadok óta szedi az áldozatait. Tehát ez is egy olyan kijelentés, amivel bele lehet kötni, mert azonnal azt fogják mondani, hogy igen, igen, de még nincs elégé itt, hogy a hosszú távú hatásait ismerjük. De Krisztián, Igazából megvan a megoldásom erre, erre. Na. akkor addig, amíg nem telik el a megfelelő számú év század, addig azt fogom mondani, hogy már pedig ez egészséges. Ugyanúgy, ahogy mondtuk ugye a cigarettára, vagy az amerikai focira, vagy bármi másra, aztán majd utána revidáljuk az álláspontunkat. Vagy a gyógyszerekre. Of course. Hát de Ön, nem. Nyilvánvalóan, hát ugye ez lenne a szabályozásnak, a, a, ha normális szabályozás történne a világban, és normálisak lennének azok az emberek, akik a szabályozó testületek körül sürgülődnek, forgolódnak, akkor ugye az lenne, mint mindenhol a, a tudományos körökben, tudományos életben, hogy amíg nincs bizonyítva a károssága, addig nem hisztizünk. De hát láthatjuk, hogy nem így van, meg azt is tudjuk pontosan, hogy miért nem így végzik a szabályozást más érdekek mentén történnek ezek a dolgok. Szóval ők nem javasolják, hogy ezzel érveljünk, mert hogy egyrészt tényleg nem annyira összehasonlítható a cigaretta rendelkezés, fogyasztásra való rendelkezésre állásának az időtartama és az elektromos cigaretták fiatalsága, hogy pariban lehessen emlegetni. Ők azt mondják, hogy inkább azt kell ehelyett mondani, azt az érvet lehet használni, hogy a az elektromos cigaretta közel egy évtizedes történelme során nem sikerült olyan az elektromos cigarettához köthető ö, egészségügyi károsodást ö, okozni, ami arra engedne következtetni, hogy ne lenne az elektromos cigaretta nagyságrendekkel kevésbé egészségkárosító, mint a dohányzás. Hát van még egy, kicsit, kicsit görgetnem kell a cigarettákban 750-szer több diacetil található, mint az elektromos cigarettában. Ez, amíg még félig meddig megállja a helyét, mert azt ugye tudjuk, hogy nagyságrendekkel több diacetil található a cigaretta füstben. Igazából Michael Siegel, amikor ezt a 750-es számot kioszta, ő azt vette alapul, hogy napi 1 ml e-likvidet pöfékel el a kedves elektromos cigarettafogyasztó, fogyasztó, ami ugye nagy átlagot tekintve egy eléggé alacsony szám, tehát a 750, mint olyan, az annyira átlagos helyzetben nem állja meg a helyét. Úgyhogy ehelyett ők azt javasolják, hogy egyszerűen annyit kell mondani, hogy több százszor több diacetil található a dohányfüsben, mint az elektromos cigaretta párájában, már ha egyáltalán van benne, és egy egész napos gőzölés ö, a hogy van? Bocsánat, gyorsan lefordítom itt fejben. Egésznapos ö, gőzölés a dohányzás helyett a szervezetbe jutó diacetil mennyiségét akár 240-szer kisebbre is levéheti. Nagyon precízek ezek a srácok. A másikat gyorsan átfutom, addig mondhatok valamit, ha mi gondoltok. Nekem egész más van a fejemben, csak már följegyzeteltem. Abszolút igazok van egyébként, mert ha a tudományos előgondolkodók megtámadják az érvelési rendszert, akkor nyilván ezeket a gyenge pontokat fogják elővenni. Annyira és, jó egyébként. Bo bocsánat. És ennyi. Ezen elgondolkoztam egy párszor, hogyha nem az lenne a célkitűzésem, hogy az elektromos cigaretta mellett érveljek, akkor mondjuk egy korányos horvát ildikónál ezerszer durván jobban tudnék az elektromos cigaretta ellen érvelni. <laughs> elgondolkoztam rajta, hogy mekkora nagy szerencsénk van, hogy ilyen balfékek. Sokkal hihetőbben is lehetne tolni a. Krisztián, nehogy holnap a, ne a horvát ildikó keressen telefonon. Luk, ja, én vagyok az anyád. Nem, nem Állját a hálád a, söt, a sötét oldalra te báránybőrbe bújt farkas. Farkas. Hm. És itt a hatodik pont egyben az utolsó pont a tanácsadó sorozatban. Ne állítsuk azt, hogy a dohányosok nem kapnak popcorn tüdőt a cigarettában található diacetiltől. És azt most egy kis türelmet kérnék, mert ez most meglepett engem is. Engem is. Elolvasom az érvelést mögötte. De mi állítottunk ilyet, Charlie? Ha nem, ugye? De. Na, ennyi. Ha megint igazunk van. Végig beszélünk az adásba, végig igazunk van, így, ahogy beszélünk, na. El se tudok Igen, meg van. Jogos, jogos, megint okosak. Szóval, hogy ö, tényleg voltak ilyen elemzések, amik a diacetil hiszti kapcsán kioszták azt, hogy de hát meg lehet nézni, hogy a dohányosok ö, dohányzása miatt egy egész életen át sokkal több diacetil jut a szervezetükbe, mint a popcorn gyárba dolgozó munkásoknak, és még kapnak a dohányosok popcorn tüdőt. És ez is pontatlan. A valóság az az, hogy nem hozták, nem hozták közvetlen összefüggésbe a popkontűrő kialakulását és a dohányzásra a szervezetbe jutó diacetilt. Nem közvetlen összefüggést nem mutattak ki közöttük, de az eshetőség megvan rá, hogy valaki ne a dohányzástól popcorntüdőt kapjon a benne lévő diacetiltől. Úgyhogy ne ezzel érveljünk a diacetil kapcsán, hogy bezzeg a dohányosok se kapnak popcorntüdőt, hanem inkább azt ajánlják helyette, hogy mondjuk azt, hogy amíg a diacetil ugyan hozzájárulhat a, a dohányzás miatti tüdő problémák kialakulásához, nincsen arra szilárd bizonyíték, hogy abban a mennyiségben belélegezve, amennyiben az elektromos szigaretta gőzében megtalálható, ez Elképzelhető, hogy problémát okozzon, tehát nincs ilyen összefüggés. Mindazonáltal az is tény, hogy a diacetil a gyártási folyamat során teljesen maradéktanul kiküszöbölhető lehet az utántöltő folyadékokból, úgyhogy erre kell inkább rámenni míg a dohányzásban benne van, addig az elektromos cigaretta gyártási folyamatában 100%-ig megoldható, hogy ne legyen benne diacetil. Ahogy ugye Farsalinos Doki is annak idején az első diacetiles kutatás kapcsán kijelentette, hogy nem is érti, hogy egyáltalán miért van benne, mert semmi nem indokolja, hogy ott legyen. Ha ráfűzhetek erre egy picit. Természetesen az... én a végére értem. Az, amit a podcast találkozón osztogattak a a aktivisták, vagy a segítők, azt már nem tudom, elmondtam-e, de az nem csak diacetil, hanem acetilpropionil és acetoin mentes, igazoltan nullás az összes likvidben, az alábbi három mindenki által félve ö, említett ö, összetevő, tehát ott nem kell ilyentől tartani például. Jaja, ja. és hmm. uh a likvidek Liquidek sorát gyarapító Pilvax is ebbe a sorba tartozik. Egyrészt, másrészt pedig, aki még nem szívta el, annak mondom, hogy ha most betölti, akkor már inkább a kávé dominál benne, mint a hamutál. Ó, oh, de kár, hogy nekem nem jutott egy darab, és ezt most megkóstoltam volna. Én olyan boldogan szívogattam, tényleg nem lesz többet, Pilvaks Nem. Most kacsintott. Ah. Ne. Figyelj, Krisztián, Nem. Jól van. Csak azért, mert hogy hugom főnöke teljesen rákattant, és szomorkodva kérdezte tőlem, hogy ebből tényleg nem lesz több. De, hogy ez egy ilyen nagyon exkluzív. Limitát, hát az az igazság, szériás, el kellett volna jönni, adott, nyerni a tombolán igen. egy decit csatosüvegbe. Egyébként az... azt nem tudom, olvastátok-e, hogy Lackó Attila is nyert egyet, és... Ők ilyen közös turnén vannak Inkvivel, úgyhogy már beígértenek. Igen, neki, igen, hogy olvastam. Viszi a pilvaxot. mondtam Inkvinek, hogy óvatosan hamutál feeling, de akkor ezek szerint ez már javulni fog addigra, mire ők összefutnak. Valószínű nem tudom. Valószínű, de, de érezni fogja még benne a hamutálat, csak most már ma elgőzöltem egy-két millit belőle, és most már inkább a, a, kezd a kávé előtörni. Akkor eltűnt belőle a Mújó által említett tücsök láb is? Én nem tudom, Mújó, mit érzed benne tücsök <laughs> Tücsöklábra Tücsök lábra a Lehet, hogy valaki beugrott a dripperébe egy kis tücsök. Figyelj és... csak, Mujó, a Kinga főnökének, hogyha legközelebb rendelsz gina. 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 Bocsánat. A Gina Aki egyébként Gina, a Kinga csak húgom tűnt, is gina. van egyébként, tehát. Nem Te nem a, a, nagyon el. Annyi jó, hogy random női neveket dobálsz fel. Amikor én legközelebb rendelsz <laughs> tőlem, akkor küldök neki ajándékba egy szigárt, és akkor azt kóstolja meg, és utána bánkódjon. Ó, jó. Most én is megpróbálok Ez trükkösen elintézte Fifika, hogy rendeljek tőle. Igen, valamit én is most elkezdek majd bánkodni, hogy küldjön valamit ingyen. Jaj, de kár, hogy elfogyott a barackom. Jaj, jaj, jaj. Az lett a vége új, egyébként. új én... aromák vannak, vagy lesznek a polcon. Charlie, majd abban lesz szerintem olyan, ami téged is izgatni fog. Nem szeretem az ilyen spoilereket. Küldjed! küldjed, aztán majd mondom. Mert a, jó, nagy elvárásaim voltak a málnához is, aztán mi lett belőle? Na jó, de te málna sznob vagy. De Néha ennek, ellené, ennek ellenére egyébként a, a, a nektarin után a második legjobban fogyó likvidünk a málna, csak szólok. Bolondok ezek a népek. Ez is a Charlie miatt van egyébként. Tudod, ja, hiszem, hiszem, hogy állt, ez nem olyan ezt jó. a fertőző málnomániát. szóval az lett a vége, hogy mondtam neki, hogy ne izguljon, nekem van még egy fél üveggel, akkor nem szívom el, félreteszem neki, és alkalmatán megkapja, mert hogy nagyon keserget, hogy de kár, hogy ez ilyen limitált szériás, mert neki eddig ez jött be a leges legjobban minden közül. De, de Krisztián, csak... hogyha kell neki, akkor nekem még van a kanna aljába. Tehát úgy kevertem, hogy azért le, legyen valami kontroll mintám nekem is. De akkor létszik, száz évre. Küld, már nekem is akkor, mert hogy én, én meg annyira kimaradtam az osztásból, hogy egy darab nem jutott. Jó. De csak annyit tudtam szívni, amit az, ez, szöcske teszten. Ott az asztalnál az a három sluk, de az tényleg szöcske ízű volt. Mindjárt visszakérdez, honnan tudod, milyen ízű a szöcske? Mert biztos voltál már Tajvanon. Is. Egyébként is. elgondolkoztam, elgondolkoztam. Április 14-től 16-ig Vépexpo lesz Sencsemben, és valamelyik kereskedő meglepet vele, hogy itt van is, szeretettel várunk. Na, nekem se kellett több. Visszaírtam neki, hogy kedves, köszönöm szépen a szíves Meghívást, előtte megnéztem, mennyibe kerül egy repülőjegy, meg a szállás. És ö, azt szeretném megkérdezni, hogy az utazási költségből és a szállásdíjból mennyit kívánnak téríteni? Semennyit. Két napja várom a választ. <laughs> Most szólok, semennyit. Tudom, csak na, hogy hát, ha ezzel sikerül leállítanom a spam gépezetet, mert egyébként 100, 160 ezer a nagyon. Ö, olcsó repjegy, és ö, még... Az, az, egy, egy átszállása? Igen, 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 ha, igen, igen. igen. Tehát ne, Nem, nem durvulunk két átszállás, az nekem már öreg vagyok én mához. Ö, ha izé, táskatotózni akarok, akkor játszok olyat, nem az, hogy, izé, hogy két <laughs> átszállással megyek, az vagy megérkezik, vagy nem. Meg még a szállás lett volna, azt hiszem, az már olcsó volt, és valami öt csillagos anyám kínja resortban még 180 de hát ez két főre levetítve, ugye azért sok az a 160 repjegy. Úgyhogy mondtam nekik, hogy dupla fakjú. Vagyis hát én finoman megkérdeztem, hogy akkor mennyit kívánnak ebből állni. Mert mondjuk jó, tehát úgy, úgy megnézném, de tehát nem halok meg attól, a tudattól, hogy mégse tudok elmenni. Na hát ők, ők nagyon szívesen meghívnak mindenkit mindenhová. Egyébként, hogyha vendég látnak, tehát hogyha tényleg lesz egy ilyen, és mondjuk vendégül látnak, akkor a, a kínaiakkal nagyon vigyázni kell, Charlie. Hihetetlen. Olyan technikájuk van, ülsz az asztalnál, és azt csak azt veszed észre, hogy a mit tudom én a húsz kínai aki ott a küldöttségben van, mindegyik kocint veled. Olyan seperc alatt részegre itt annak, hogy az valami zseniális. Ebből ki akarok maradni. Igye magad a kölyök, pesgőcsárny. <laughs> Igen. Igen, meg szívom majd a cigirágót. Na fiúk, ö... jaj, Na... egy gyöngyszemet, átsiklottam egy gyöngyszem felett. Na, jaj, <laughs> jaj. Ugye ja, tényleg történt velem valami? <laughs> nem, nem, nem. Semmi nem történt. Fifika, van még egy ilyen laza fél órád? Nem, Van, ugyan... persze. a kedvencemet nem említette ez a cikk, és most meglátom, hogy a bevezetőben említették szörmentén, írják, hogy ne ijedjen meg senki azt, hogy de hát az csak vízgőz, nem fogjuk sorra venni, mert senki nem mondja ezt és pont ezt hiányoltam, mert én viszont megrögzött régóta gőzülő embereknek a szájából is néha hallom kicsúszni ezt az érvet, akár uh, kis társaságban, akár a médiában, és ez tényleg, ez óriási szarvashiba, ez Azért, mutasság, mert ugye mindegyik mutasság. onnan fűzi, onnan fűzi rá, hogy pára. Pára, vízpára, vízgőz. Műsorvezetők is előszeretettel kérde, dobják be ezt a kérdést, hogy ez csak akkor vízbar, és akkor rábólintanak rutintalanul az emberek. Nem, nem, ettől tartózkodjunk. De hát ez, ez olyan, mint a vízipipa, nem csak kicsi. Csak kicsibe, igen. igen. Na, ha mindent letudtál, Mujo. Igen, igen, okay. ráüthetjük akkor, a pecsétet. Akkor spoiler alert, sorozat, sorozat hátán kezdhetem? Ö, egy sörére? Mennyi, mennyi? Kezdj egy Nem tudom, te szoktál Walking dead nézni? Én két részt láttam de jó, ő, jó, nekem okay. az bőven elég volt. Jó, akkor százat. Százból azt az első tíz részt. Jó van. Into the Badland. Azt nem nézem. Nagyon jó, hát akkor jót beszélgettünk, Fifika. Ülj le egyes. Megvárom, mik Mújó fölpattintja, hallom majd, hogy... Cssz. Babylonet. Ez tök jó. Hozzá még olyan sorozatot föl, amit körülbelül tíz éve véget ér. Re. Okay. Jó, mi a születésed előtt kezdőd. Nem, nem hülye vagy, az nem én vagyok. Ezt mondtam, ezt hiányoltam, igen. Tehát akkor Mújó <kül> nem árulok el mindent, hogy neked se legyen annyira rossz, de gondolom, olvasol te is mindenféle sorozat junky oldalakat, és ott, ott is foglalkoztak vele, de bennem is kurvára erősödik ez az érzés. A Walking Deadben ezt írtam ide a show notes-ba megjegyzésként, hogy ezt a fosszar szanaszét fejetlenséget. Tehát itt mindenki egy-két rész alatt olyan, olyan egyet fejlődésen és személyiség változáson megy keresztül, hogy aki eddig ült a valagán és igazi bedesz volt, az most, az most valami nagyon ideges és kimegy, és szöges ellentétben azzal, amit kéne csinálni, azt teszi, és nem tudom, meddig akarják fokozni, ha nem láttad még a legutolsó részt, majd meg fogod érteni, mit mondok, nem mondok direkt nevet, de ugyanazt eljátszák, mint amit a Glennel eljátszanak. Három eljátszak. epizóddal is le vagyok maradva. Jó, a Glenn az már visszajött. Tehát Azt ugyanazt tudom, el megint. fogják játszani most, ebben a legutolsó epizódban, amit majd most adtak le a hétfőn, hogy valakire rálőnek, de nem látod, hogy hol lőnek rá, nem látod, kire lőnek rá, csak mégis egy kulcs karakter. A másik az úgy, útnak indul. Jaj, nem már, sokat lebegtetik egy hétig, vagy két hétig. Várjál, most gondolj van? bele, hogy most évad záró jön. Tehát benne van, hogy lebegtetni fogják egy fél évig. Ah. Szóval nem tudom még hányszor kell ennek így nekifutni, hogy ez valamit majd segít a sorozaton. Nem volt ez rossz anélkül se, ez szerintem tök szar irányba viszi és nem tudom, hogy a, a Greg Nicotéroék vagy vagy melyik showrunner az, aki ezt kitalálta, hogy ennek így, ez így jó. Elmennek karakterek, hogy gondolom, hogy fejlődjenek. Te hallod, ilyen szürreális részt én még nem láttam, hogy egy picit azt hittem, hogy a Mad Max -be vagyok. Tehát mikor, hát le van szedve az embléma, mert nem fizetett, gondolom, a cég, de az egy Volkswagen Golf tudod, ami ott a, a, Alexandria előtt van, amiből úgy kiállnak azok a láncsak, vagy mi a faszom. És képzeld el, tehát ezzel egy kurva könnyű közlekedni, hogy mindenfele így lóg ki másfél méter láncsa. És bazd meg, egyszer csak azt látod, hogy tud, bukkanó, és jön szembe ez a, ez a kettes, hármas, nem tudom én hányos hányas golf, és így lóg ki a másfél méter láncsa, jobbra, balra, előre, hátra, és így megy. Mondom, ez mi a faszom? Ez, ez minek kell? Ezek kurva jól lehet közlekedni egyébként szűk sikátorban is, például. Mindegy, mindegy, ez egy csodálatos rész lesz, és félek én attól, hogy itt akármilyen durva lesz az utolsó szezonzáró, ö, nem az utolsó, hanem a szezonzáró rész, azért, tehát ezekkel a kulcskarakterekkel nem így kéne játszani, szerintem. A, a más más másik. Hát muszáj lesz megnézni. Hát muszáj bizony. A Flight 462-t te nézted? Nem. És ben van a jóban? Nincs. Hát akkor tedd meg, Krisztián, légy szíves. Ledarálod 10 perc alatt az évadot. Mert, mert jó. Na, a 15-et még nem tudtam megnézni, de hát másfél perc ugye darabja. Úgyhogy... Ez a spin-off -a, a Walking Deadhez, nem? A Fear of Walking Deadhez. Azt nem tudtam nézni. A... Fú, kurva nehéz volt leszedni a Linux distróról, mert a magyarokon nincs fönn valami szedetvedett oldalról megtaláltam, de olyat, hogy egytől 15-ig egybe FLV-be, aztán mondom, ez nem igaz, akkor nagy nehezen megtaláltam, de csak egytől 14-ig, azt leszettem, és még a 15-öt még most vadászom. Hát ez az a repülő, ami ott a Fear of Walking Dead-be ott billegett az égen, és ugye magyar vonatkozása is van, mert a Stuvi az, az magyar csaj. Úgyhogy van olyan epizód, hogy szerintem szerintem egy mondat van benne. De azt se éreztem úgy, hogy valami hibázott belőle. És amit már annyiszor mondtatok nekem, az Into the Badland. Hát én azt elkezdtem, nem is elkezdtem, mert megnéztem odáig, ameddig lehet. De fiúk, ezt melyik kötök ajánlotta? Én voltam, szerintem én néztem. De te is abba hagytad. Nem, én végignéztem. Ö, akkor úgy mondom, hogy de szerinted is szar. érdekes volt. Nem, nem, nem találtam szarnak. Én, én nem, nem, találom a helyemet ezeknél a... Ezeknél a lerúgja a gyereket a, a, torony széléről, és akkor így három métert puffan a hátára, aztán utána föl kell, az tovább megy, meg ez, a, ez az áttöröm a falat, úgy melkason rúgnak, aztán leporolom magam, tehát ez, ez nekem, meg ez a, ez, a, ez a falon szaladva dupla pörgőrugás, meg két kart, meg az anyám, szóval hát ez nekem már kicsit túl van játszva, és nem tudom eltenni sehova időrendben a sztorit, hogy ez mikor... Ezzel az van, ez azért ilyen fura, mert most nincs előttem, olvastam valahol, és most a Wikipedia oldalát nézem, és nem találtam meg a hivatkozásra, de hogy alapvetően ez egy kínai népmeséből készült és az volt a történet alapja, az lett átültetve egy ilyen posztapokaliptikus Észak-Amerikába, úgyhogy az összes ilyen kínai népmesék sztori jellegét viszi magával, tehát tényleg egy kicsit ilyen Hidden Dragon, Crouching Tiger, Kung Fu anyám kínja az egész, ez ebből adódik ez a valószerűtlensége a dolognak. Na, nekem ebből az Amerikából egyébként, tehát nem tudod, nem tudod elhelyezni, hogy a, a... Olyan ruhákat látsz benne, olyan kosztümöket, mint amiben az emberek mondjuk a vadnyugaton flangáltak, de amellett ott vannak, mondjuk ott van egy a 60-as évekből. Hatalmas katyvasz az egész, megvan itt közben, megvan, hogy hívják klasszikus kínai mese, utazás nyugatnak. Ez volt az alapja. És inkább nekem ilyen... Nem mondod. De, de. mondja, most mondta. Szóval ez nekem inkább ilyen... ilyen ö polgárháborús ö, kinézete van az egésznek, és tudod, mire ugrott be róla? Kurva rossz emlékem van arról a sorozatról. Mi volt az, bazd meg az a... Hülye. Nem, azok a kibaszott ö, nanobotok, vagy mi a faszom, melyik volt az a sorozat? Revolution. Az, az, az jó volt. Jó volt, csak vége lett. De az ugrott be. Ugyanaz. Ez a... Hát ez a posztapokaliptika, ez igen, ez így van némi áthallás. De hogy alapvetően ez egy harcművészeti film. Persze, csak nekem már kicsit Chan-esek a verekedések benne, meg mikor körbeállják, és nem túlzok, 25-en, 30-an, és ő aztán mindenkit lehentel. el. Hmm, jó, jó, tudod, de hmm, fú, voltak szenvedős részek benne, hogy a faszom tovább kell nézni. Mindegy. Úgyhogy ezzel, ezzel még küzdök, és és akkor ott van még a száz, amit megfogadtam a tanácsotokat, aztán na mondom, tovább nézem, mert le vagyok maradva három része, és tényleg előkerült az agyából az a izé, az a rohadt beépülő izére, a agyalapi zsigerekre, meg, meg idegpályákra mászkáló szar, úgyhogy kezd, kezdi elnyerni az értelmét a, a fejemben, a sztori kezd összeállni, de ott se igazából látom. Ó, beleámosodok olyanszal. Mi szóval dolgozik nem... benned az oltató? Az, tehát nem, nem igazán. Látom a kliséket abban a sorozatban és a paneleket, és Pff, annyira tudom majd mi lesz a, a következő ö... fight, vagy már úgy mondom, hogy ki kivel fog vitázni, összezördülni valami. Nem szeretem ezeket az erről megjósolható dolgokat. Ezért volt jó a, a... Walking dead, de hogy most abba is telehozták mindenféle szarral, hozd már föl magad, légy szíves, mert nem kegyelmezek neked jövő héten, és évad záró ja. lesz jövő héten, tehát ott biztos, hogy ki fogjuk beszélni. Durván. De látom, hogy beírtad, szerintem te voltál a, 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 a Black amit ugye valaki szóvá tett, hogy... hogy Miklós hogy említette, hogy igen, az, ezt érzént direkt nem említjük, de, maga. de az nekem is ott van a a q azt a kollégáimtól ö, nézegettem, csak hát egy képzelt hallott gömbtévén nézik sd hát hogy lehet ilyet te? Jó Istenem. Nagyon durva. Black Seas ez egy nagyon-nagyon jó sorozat. Egyébként a Karibokon játszódó kalózos sorozat, és nem ez a Karib-tenger kalózai fantasy vonal, hanem hangsúlyt helyeznek nagyon a, a, a történelmi hűségre is. És így alapvetően arról szól, hogy Nassau függetlenségi mozgalma és függetlenségi háborúja a brit birodalom ellen rengeteg csavarral, kurva érdekes karakterekkel, árványjal, meg mindennel. Nagyon-nagyon-nagyon jó kis sorozat. Hát most nekem egy jó sorozat van, amit, ami, ami most a többiek fölött áll, az a, az a vikingek. Tehát ott van csavar, ott, ott, ott van roló, ott nem tudom, meg innen abból is le vagy maradva gondolom. Lehet, igen, mert no. ott most vikings Vikings hirdetett Kinga. Ó, oh. Na mindegy, nálunk Nóri csak izét nem hirdett ö, ö, Blacklist, meg ö, Big Bang bolykottot, a többit azt, azt egyedül kell darálnom. De hát, ö, de hát így nehéz. De miért hirdetett bolykottot? Azt mondta, hogy ez már túl véres kezdett lenni neki. Mondtam, neki, hogy az összes előző is ilyen véres volt, nem tudom, hogy nem tűnt föl neki, mint hogy most... Már mióta nem lát... Hallod, de már mióta nem láttunk a hátán kidobott tüdőt, tehát így Én nem is ezt hoztam most. föl példának, hogy az, az, újabb epizódok sokkal véresebbek, ellentétben azzal, mint amikor a tüdejét kiúzták a lapockájának. Igen, királyának. hát biztos neki az a, tudod, az a, sok vér, hogy, hogy nem egy ember, hanem száz ember hal meg, de Me, közel nincs a, a na, az a másik faszom a hülyeség a, az Into the Badland-be, ez a, ezek a fröccsenő FX vértócsák, meg... oh, bassz meg. a én hát meg stílus Persze, stílus jegyek, csak erről nekem sajnos mindig a Tarantino jut az eszembe. De ez van. Tehát... Én azok nem mindig hangosan felkocogok. De mikor, meg hogy, mikor meghaltak a, a, az orvos meg a felesége, és micsoda kép volt, hogy a két vértócsa összefolyt, és akkor ú, bassz, Mondtam, ez nem ez sok. De volt a gyilkos. De volt a gyilkos, nem. Nem, a te barátod adta oda az ő kardját. Akkor már nem te voltál a gyilkos, tehát ez így tök jó. Na, és akkor mi ez a s 2? Én még csak az első epizódnál járok. A Netflixnek, a Marvel Daredevil sorozatának megjött a második év, vagy a netflix hűen ugye az egész elérhető egyben és még nem néztem végig, csak elkezdtem nézni, de jó kis darkos, uh, Hell's kicsenes uh, Marvel uh, story és jó, jó, volt az első évad nagyon, és nagyon-nagyon klassznak ígérkezik a, 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 második évad is, úgyhogy ha valakinek netán elkerülte volna a figyelmét, akkor ne feledkezzen el a második évadjáról a Daredevilnek. Nem fogom, mert még az elsőt sem néztem. Tettem. Baromi jó egyébként. A Marvel's Jessica Jones-t azt meséltem? Szerintem az előző adásban. Nem, valamikor korábban szerintem, de hogy az is egy Hell's kitchen ilyen kevésbé, kevésbé nagy nevű Marvel hírók, és, és az is ilyen nagyon darkos volt, úgyhogy mind a Daredevil, mind a, mind a, a, a Jessica Jones egy ilyen, egy ilyen jóval sötétebb Marvel híró sorozat, paromiók szerintem. Há, de ki a kulcsszót? Hát Marvel. Most megint a izén fogom a fejem a Batman VS superman hogy ennyire mérkel izzadságszagú szart kiadni az izének is, a DC-nek. Tehát értem én, hogy, hogy nem mennek a sorozatok, meg a képregények, de akkor elő kéne húzni a alapból egy, egy új sorozatot vagy hát egy. Új... Ezt muszáj lesz megnéznem, Aki. pedig mi, minden lehúzó kritika ellenére, mert egész egyszerűen nem fogadja be az agyam, hogy mi, miért lenne szükség, hogy ezt a két annyira ellentétes karaktert összehozzák? Nem is az, hogy miért lenne szükség, hogy lehet összehozni. Érted? Hát hogy lehet összehozni? Fiúk, van a. Ilyen lehet mondjuk a Bambi versus gumimaci ketrecharc. <laughs> hogy mondják, az mi az? MMA. Igen. Van videótok a videó Na Neked, Neked van, most nem? van, nincs. Nem, én a kultúrába raktam. Jó, akkor én a videó rovatot betöltöm. A magyar Marvel Comics Szülő atyát uh, tettem be. De videót raksz be? Igen. Jó. Nem odaprésel egy embert a rublikán. Hát nem képes oda rakni valami wikilinket. Na, annyit mondanék még el akkor, ami lényeges a következő adásokat uh, végig gondolva, hogy ugye kialakítottunk egy hozzávetőleges május 20 pre- tematikát, vagy egy pre-május 20 tematikát, és ebben most négy ö, fő téma szerepel. Azok az adások most úgy látjuk, hogy egy picit rövidebb, nem, rövidebbek lesznek, mint a mostani, célzottan. Tehát ö, A végén lesz egy kis könnyedség, az elején lesz egy kis összemeleg, nem úgy összemelegedés, csak Ráhangolódás. De leginkább azokkal a témákkal fogunk abban az adásban foglalkozni, egyszerűen meg lehessen találni, hogyha esetleg valakinek kell. Nem hallgatja senki, ez olyan, mint egy győzikes ó, nem nézi senki, azt mégis mindenki tudja, miről beszélünk. Az a négy téma, ami most előttünk hever, az készülve a, a ziv vérzivataros időkre, az úgy néz ki, hogy az első adásban, ami jövő héten lesz, a modokról fogunk beszélni, Mik azok az időt álló készülékek, amikkel ö, érdemes felvértezni a magát? Az annak mondjuk, aki most kezdi, vagy aki már használja, csak szeretne egy üzenbiztos készüléket, amivel ö, tényleg ö, jó vásárt csinál. Az azután következő adásban újra M plusz egyszer átbeszéljük a likvideket. Mit érdemes, honnan, Mit nem érdemes, és honnan. Aztán lesz egy harmadik adás, ez 21-én, ami már nagyon közel van a végéhez, és pont ezért addigra talán lecsillapodnak, vagy leülepszenek a, a már meglevő infók, talán nem lesz annyi változás már. A TPD legújabb infóit vesszük sorra, és a hazai szabályozás általunk is tudható legújabb infóit, hogy mire kell, milyen időpontokkal készülni, mint felhasználó. És aztán a legutolsó adásban sorra vesszük azokat, amik itt vannak valahol nekünk valamelyik síten a függőben levő beadványokkal, petíciókkal, hogy éppen hol állnak, éppen kiutasította vissza, vagy éppen ki nem reagált még rá határidon belül, és akkor ezzel le van fedve a jövő hónapunk. És azért így terveztük, hogy ennek vége lesz 4. hó 28-án, mindenki akár végig tudja hallgatni az egészet is újra, és akkor, ha nagyon akar még valamit külföldről vagy olyan helyről rendelni, ami mondjuk egy hónap alatt ér ide, május 20-ig még lesz ideje. Sietnie kell, de lesz annyi ideje. És arra szeretnélek én is, meg mi hárman kérni benneteket, hogyha ezen felül van egyéb ötletetek, ami nem ilyen egyszerre megválaszolós kérdés, hogy, hogy, mit tudom is én, hogy keverjem, nem fogunk ilyet elmondani még egyszer. Tehát ez nem ilyen do it yourself, liquid, meg hogyan faragjak famodot, mit tudom is én miből, cél biciklivázból, hanem tényleg csak a, azokra megyünk rá, amit érdemes tudni, használni, beszerezni, mert időtálló lesz. De hogyha ezen kívül van más ötletetek, amiről lehetne beszélni tartalmasabban, hosszan, vagy, vagy egy ilyen hármunk közti gondolatébresztő vita, amit kihagytunk, de tényleg, tehát valami tartalmas téma, azt ö, dobjátok be a, a párásító Facebook csoportba, és akkor, akkor átolvasgatjuk őket, hát ha összetudunk még belőle valamit szedni, hisz még május 20-ig a most felsorolt négy adás után lesz még három-négy adásnyi időnk, és azt szeretnénk ilyen blokkosított okosságokkal megtölteni. Nem, nem ilyen kis színes cikkekkel, mint amiket most is az adásban hatott hetet ledaráltunk, hanem egy adás, egy fő téma, egy adás, egy fő téma. Javítsatok ki, ha rosszul gondolom. Vagy mondom. Nem, jó mondom. Nem, ezek tematikus adások, így van. Úgyhogy úgy, hogy mi ezt gondoltuk, de mondom, tehát, hogyha bárkinek van jó ötlete még, hogy mit felejtettünk ki, hát mi úgy mentünk végig, hogy, hogy végig gondoltuk, hogy mi van a kezünkben, készülék, azt folyadékot használunk benne, és az utolsó kettő az meg ugye az lesz, hogy ö, jogalkalmazás és, és ö, törvény szinten mire kell készüljünk a megoldom okosba, meg átmegyek Szlovákiába, meg megrendelem az EU-ból hülyeségeken kívül, ezt is meg fogjuk beszélni. Úgyhogy nekem, nekem más ötletem nincs, hogy, hogy mit lehetne, vagy mit hagyunk ki, de majd mondom, várjuk a, az ötleteket. Ez jövő héten indul. Egy dolgot kérünk, kérek én, mert én teszem fel a podcastet, iTunes-ban, legyetek szívesek, aki tud, még Andor is tudta értékelni, pedig Andornak nincs iPhone-ja. Beregisztrált egy iTunes accountot. Értékeljétek a podcastet, csillagozzátok, kommenteljétek, mert ha csillagozzátok, vagy kommentelitek, akkor előrébb kerül az adás a top listán, és akkor talán könnyebben megtalálja az is, aki eddig nem hallott még róla, és még időben fel tud készülni a, a az előttünk álló időszakra. Nem kötelező, ezt csak mondtam, hogy régött értékelés, úgyhogy részemről ennyi lett volna, nem tudom, hogy fiúk van-e még ehhez a aktuális adáshoz valami komment észrevétel, vagy amit kihagytunk. Én a, a kultúra, a kultúra rovathoz fűznék hozzá. Mondjad, hát ez egy hibátlan videó. Tehát amit föltettem, az Rajnai András gyémánt piramis című filmje ami egy science fiction és tudni kell a rendezőről hogy ő volt a magyar blue box atya 1985-ös filmről beszélünk szerintem ilyen nagyon jó időutazás lesz visszafelé az akkori korba. Kvázi magyar Marvel Comics. Az a blue box, annak a blue boxnak az atya, ami most már inkább chroma key, zöld és, és inkább greenboxnak hívjuk. Mert hogy Így inkább zöldet használunk. E, jó, jó, jó. Kérdések nincsenek ma? Azért nincsenek, mert nem tettem föl őket, mert a fogorvostól gyakorlatilag beestem a Hogy felborult a ezer éves rend. Okidok. Charlie előgondolkodott. Múlt héten sem volt. Múlt héten sem volt, de ne is zavarjuk meg az embereket most kérdéssel, mert most rengeteg van. Most fogogat. csak válaszunk. van, Igen. Most egy, egy, hónapig csak válaszolni fogunk a fejben feltett ö, kérdésekre. És utána aztán kérdezhetnek majd még egy hónapig. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Fiúk, egy élmény volt. Remélem, parádés lesz mindkettőtök hangsávja. Én is nagyon. És reméljük jövő héten. Ki is tettem egy verk fotót a párásító csoportba. Ne basz. de Ne Deba, deba, deba! Hát de akkor most már Fifikának is kéne egy fotó. Nem tudom, hogy ő tud-e fényképezni, vagy valami. Jó. Behind nem, is scenes nincs fair, elég telefonja. Azt mondani akartam, hogy azt tudod, hogy az az állvány az egyébként ilyen, nem sok, egy 8-10 centi teleszkóp van benne? Tehát, hogyha igen, azt a igen, elteked, Igen, csak óvatosan, mert nem végtelenségig húzható ki. A macska hová lett? Megette a sötét nagy úr. Hát szerintem tökre, tökre menő főleg a popfilter mögé rakod a kezed, és mikor mondod, hogy p -p -p, papa, mama, cica, pipa, pipa, és nem megy át abszolút a P betű. Úgyhogy nagyon fasz. Milyen fü fülesed van most lesem? Jó, valami asús kamó. Igen. Meg egy félbe billentyűzet ott alatta. Az nem, az egy razer Nostromo. Ó, én kérek elnézést. Gamerpad. Gamerpad, gamerpad. Én miatt kezdtem hegedülni, ne hülyeskedj, legjobb tud. De gamerpad miatt? Igen. Ne idegesíts, mert? Többek között, de, de, de. Elsőre lehet, hogy nem egyértelmű az összefüggés, de hogy én mindig úgy voltam vele, hogy a bal kezem ilyen balfasz béna a jobb kezemhez képest, és amikor megvettem ezt a gamerpadot, akkor kénytelen voltam minden játékban újra megtanulni járni, hogy bal kézzel csináljam azt, amit eddig jobb kézzel akcióztam, és kiderült, hogy nem is olyan balfasz a balkezem. Azt zárója beteszem hozzá én is, hogy én pedig balkezes vagyok, és mégis jobb kézelegerészek, és bal borzasztó ügyetlenül járok, megyek, mozgok. Úgyhogy nekem föl kéne cserélnem a két kezemet, csak ugye nekem ilyen anatómikus egeren van, de, és nem is tudok balkézzel részni. Na de mindegy, jól néz ki a Mike-id öcsém nagyon pipec. Megpróbálom megválaszolni Dávidnak, hova lett a macska. És akkor leteszem a lantot, fiúk. Várom a hanganyagokat, és találkozunk jövő héten. Egy élmény volt, ja nem, ezt fifika szoktam mondani, én csak annyit mondok, hogy örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok. Egy élmény volt. Sziasztok. Köszi, sziasztok.